Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Morning Show nagy tavaszi országjárás 2014. Élőben Székesfehérvárról. Micsoda hangerő, micsoda sikítás. Hol van ehhez képest a Wembley? Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt, Székesfehérvár. Hello, drága Székesfehérváriak, 6 óra múlt 15 perce. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok. Hello mindenkinek, köszönjük szépen. A csokoládét kezdi csokolom, és már rohan is. Mint a kis Jézuska itt volt, adott egy ajándékot, és már elszaladt. Köszönjük szépen. Mit kaptunk? Kalória bár, ez van ráírva. Hát erre nekem semmi szükségem, esetleg ti, ha gondoljátok akkor. De drága, egy kis multipower, ez van ráírva, bármit jelentsen, hogy szoktad volt mondani. Nagyon jó. Egy idősebb hölgy idejött, Feri kezébe nyomta, és már el is száguldott. Mintha egy jelenés lett volna. Már nincs is itt. Hadd adjunk érte valamit. Igen. Jaj, drága fehérváriak, hát nem lesz könnyű dolgotok, kaptatok forró teát? Aha. Ott van a kezetekben, jól van, osztogatják a mi kis kedves hostess lányaink, igyatok sokat, meleg. Miért hazudnánk, nem? Hát, nem? Nagy tavaszi kitelepülés, ugye? Hol van igen, a tavasz? Igen. Miért hazudnánk? Igazából tulajdonképpen fura, mert hogy olyan nagyon hideg nincs, csak a szél miatt az embernek a hőérzete olyan mínusz 15 fokot érez körülbelül, de ez most még ma istenes. Szeretem egyébként ezt a mondatodat, hogy olyan hideg nincs benne a stúdióból. Nem érlem. Kedvelem. Reggel sétáltunk az autóhoz. Miattatok megéri. De aranyosan. Köszönjük szépen. A belőlünk áradó meleg, az átmegy az üveg stúdió. Igen, már a mondat felénél éreztem egy pici elbizonytalanodást, de aztán a vége az tényleg. Igen. Szóval, hogy hát kezd megérkezni az a front, amit én már itt prognosztizáltam. De még semmi baj, ma még a nap is kisüthet, ez a mai kitelepülés még semmi. Még sárkányt is eregethetünk, még kifeküdhetünk a plázsra is. Ha ti most fáztok, gondoljatok holnap a győriekre. Ja, hogy azt hittem azt mondani, hogy gondoljatok az inuitokra. Igen, gondoljatok az eszkimókra. Vagy pénteken a pécsiekre. Most már kíváncsi vagyok, hogy mi lesz holnap Győrben. Hát arra én is. Olvastátok? Nem? Nem. Én nem rontjuk el a saját kedvünket. Koncentrálunk, örülünk neki annak, ami van. A jelenben kell élnünk. Mert majd ennek is lehet örülni. Így van, megoldjuk a holnapot. Na mi újság, Fehérvária, ki hogy van egyébként? Jól? Minden okés. Minden okés? Hány órától vagy itt? Hát mostantól. Aha. Persze, hiszen most jöttél. Nem, rossz. Milyen riporteri kérdése? Azt, hogy először nagyon kicsinek láttad, most pedig meglehetősen nagynak, az azt jelöli, hogy ő közeledett felénk, és aztán megáll. Ugye? Ki jött legkorábban? Ki volt itt először, te? Fél hatkor. Az igen. Azt a mindenit. Akkor végighallgattad az ismétlésünket is? Kassa Tibit személyesen igen, újra igen. Átélhetted? És milyen fél volt? Hat. Nagyon jó. Aha. Mindig. Miért jöttél fél hatkor? Akkor jön a busz, nem tudtál később, vagy ennyire bebiztosítottad, hogy te legyél? Bebiztosítottam, én itt lakom. Ja, és csak átlesétáltál. Igen. De aha. Jó. Na, de aludhattál volna még egy fél órát. Hatra lejössz, és ugyanúgy akkor találkozunk, nem? Mindegy. Ez annyira szeretem, akik már egy fél órával vagy egy órával a kezdés előtt itt vannak. Nagyon jó, én fél hatkor még a bal hónajamat epilláltam. Igen? Aha. De nyugtass meg csak a balt, a jobbat. Csak a balt, Győrre hagyom a jobbat. Szeretem benned, hogy ilyen kis virtuóz vagy. Gyerekek, én fél tízkor kidőltem tegnap, akkorát aludtam, hogy ilyen álmom már régen volt. Nagyon jó az ágy ebben a hotelben. Nem igen. Minden hotel mondhatja magáról ezt, ez egyébként ilyen alapvetőnek mondható elvárás, de ebben a hotelben, ahol voltunk, egyebek mellett, mert iszonyatosan kellemes a kiszolgálás, és rendkívül figyelmesek velünk szembe, igen. Az ágy nagyon kellemes. Igen. Úgyhogy az enyémet át is vitettem Balázsékhoz, aludjon igen. Jól. Ez a hotel megérdemli a koronát. Átja úristen. Nem, pont ezt beszéltük de tegnap a Lacival, a műsorunk szerkesztőjével, hogy mi már úgy megyünk turnézni, hogy már kicsit... Ő nem a régi Laci? Nekem valahonnan ismerős volt. Hát a műsor új szerkesztője. Azt mondtam. Előreléptettük, vagy? Hát tegnap este kineveztem. Jaj, olyan ügyes volt. Gratulálok, Laci, még egyszer. Borosztunk és egymásra találtunk. Nem, arról beszélgettünk Lacival, hogy már olyan jó, hogy minden hotelt ismerünk, mindenhol ismernek minket, tudják a szokásainkat, mindig ugyanazokat a szobákat kapjuk, mindig ugyanaz van oda készítve. Tehát ezek annyira megszokott dolgok. Most megint ugye abban a hotelben voltunk, ahol mit tudom én, 2 évvel ezelőtt, ugyanaz a szoba volt, ugyanaz volt oda készítve, már jött az igazgató, vagy a tulajdonos, szerintem az igazgató, azt, hogy nagyon kedves, elmondta, hogy mit, hogy készített, milyen kis meglepetést rakott a szobába, befűtötte a szaunát, tehát te tudod, és már úgy konstatáltuk, hogy milyen jó ez már, hogy így várnak bennünket, az összes szálloda igazgató, jóba vagyunk, mindenkivel dumálunk, és szeretjük, ugye, a megszokások rabja életünk. Hazaértél. Igen, haza kicsit, hogy hazaér az ember már minden városban. Igen, tudja, majd a főnök azt mondja, hozzátette, hogy de most fizetni is tessék, ne úgy, mint 2 éve. Igen, mondta, hogy első emelet balra, mondom, tudom, balra az utolsó szoba, igen, az a miénk, tehát nagyon-nagyon-nagyon klassz volt.
Úgyhogy nagyon szeretem ezt. Nekünk is nagyon jó volt. Megérkeztünk, Zsuzsival jöttünk, egyébként tettünk több kört itt bent a belvárosban, hogy végignézzük, hogy a látványosságokat újra, és újra. És megint az ország. Ez is Zsák utca, ez is egy irányú. Igen, igen, nem mondom, most már kiszállok, basszus, mert egy gyalog a gyorsabban odérek, de aztán azért megérkeztünk. Ebben és a városban voltatok? Igen, ebben a városban voltunk, többször rákérdeztünk, hogy még ebben a városban, ez még nem Győr. És aztán beérkeztünk a szállodába, én is találkoztam a hölgyel, akiről beszéltünk, nagyon kedves, mondta, hogy Balázsnak már elmondott mindent, és további használ. Igen, ez nyilván megint az van, hogy te a szegény szerencsétlen, én meg, aki a válukon vittek a szállodáig. János, bekészítettük a csoki bombon, de Balázsnak. Igen, igen, a metalbakeliteket, a sárkaparót, és igen, és kijött a recepciós fiú, jól segberugott, és fölzavart az első emelet, kaptál egy szobát, amely nem volt fűtés, hideg volt, és teteljesen volt, és beesett az eső. Nem, nagyon meleg volt, mert a fűtő mellett kaptam lent az alaksorban. Igen, mindig nyomod ezt a lúzert, és akkor a kamu, hogy hozod ezt a lúzer figurát. Nem, minden egyébként tökéletes volt, minden rendben volt. Bekészítettek neked is kis bombonokat? Na, erről beszéltem, de nem, nálunk is voltak bombonok egyébként. Olyan drágák, de ezek tök, igazából akkor is idejönnénk, ha nem csinálnának ilyeneket, és ezek olyan kis kedves gesztusok hát szerintem. Azt nem tudom, hogy mennyire voltak drágák, majd hogyha földobtam a vaterára, azt a licit után kiderül. A Laci azért nem evett bele, mert azt hitt, hogy szappan. Aha. Nem mondod. Az milyen? Átjött hozzám, én meg látom, hogy már ott ki van bontva. Azt gondolt, hogy az hülye Bali megette a szappan. Mondom, Laci, nem, ez bombon. Hidd el, hogy hülye vagyok, de szappant én sem eszem azért. Laci, kaptunk nagyon finom kézműves bombonokat. Megkóstolod, Balázs, ez szappan. Ja? De annak jó? Azt hittem áriros, tudod. Kicsit. Utána ittem egy pohár vizet, és habzott a szám. Igen, de... Viszont egész este karikákat tudtam fújni. Pak, pak. Bobek hol van? Képzeld el, a pralinéről jutott az eszembe. Amit ugye vártunk tőle két napon keresztül. És igen, hogy az megjött-e? Tegnap megjött, fél 11-kor megsétáltattam reggel, vagy 3-4-11-kor, mikor visszértünk Miskolcról a szállodába. 20 percen keresztül sétáltunk leföl, mire gitelt a kutya. Már vért izzadtam vele komolyan. Én nem tudom, már arra gondoltam, hogy lemegyek négy kézláb, és előszimatolom neki a helyet. Vagy megmutatom, hogy kell ők a kilc. Vagy tényleg megmutatom neki, hogy mi... Hogy kell csinálni? Fél órán keresztül ott a parkolóba sétáltunk, de Bobek úgy döntött, 3-4-11-kor végre gittel egy hatalmasat, megtapsoltuk, körbejártuk, egyszer elkapartuk, tehát minden volt, mert komolyan mondom, nagyon nagy ünneplés volt. A nettó töltőtömege mennyivel csökkent? Hát elég nagyokat gittel, tehát én nem is tudom, hogy tud kijönni egy két kilós kutyából egy jó fél kilós kis cucc. Elkapartuk, örültünk neki, nagyon jó volt. Úgy tágult, mint a világegyetem. Hihetetlen volt. És az a durva, hogy én azt hittem, hogy a Viki hűl, de hogy tényleg nem engedi, hogy nézd. Nem engedi a kutya, hogy néz. Amikor ránézek, akkor elfordul és abba hagyja. Elfordulok én is. Megint látom, hogy elkezdi, megint ránézek, ő is ránéz, kicsit szemezünk, megint elfordul, ő is elfordul. De csalafintás kottál? Képzeld, hogy szégyenlős. Zsebtükörből. Tehát a kutya szégyenlős, zseniális egyébként. Na mindegy. Aztán visszamentünk Budapestre, volt ott egy kis dolgunk, és hát anyósom meglátta a kutyát, és mondta, hogy nem engedheti el többet ennyi napra. Kivette a kezemből a pórázt. De sírt a találkozásnál anyuka? Igen. Hát a kutyának örült nekem kevésbé. Hol örömében, hol bánatában. Balázs távozásakor sírt örömében. Végre elmegyek. És mondta, hogy annyira hiányzott neki Bobek, a kutyája, hogy ezt most nem adja oda. Ez volt a duma. Nyilván az igazság az, hogy ma a Viki sincs velem, és szerintem egyszer nem bízott bennem a saját anyósom, és arra gondolt, hogy valahol a Meki környékéről fogjuk reggel visszahozni a kutyát. És mondta, hogy jó, nem kell, maradjon csak nyugodtan, ne vidd el, Balázs, jó az itt, tudod. Na, éreztem, hogy anyuka nem annyira bízik bennem. Úgyhogy nincs. Egyedül jöttem. Nincs a kutya. Hetes turné kabola állat a Bobek eltűnt. Hát, Pécsen lehet, hogy ott lesz. Pécsen lehet, hogy ott lesz. A kis kabola állat. Feladják postán, vagy megint vissza. Nem, csütörtökön lehet, hogy lehozom őket, és akkor jön Bobek újra. De már kicsit hiányzik, képzeljétek el. Nekünk de kis. Nagyon kicsi. Én úgy az ember meg tudja szokni. Szeretem egyébként. Na mindegy. Mi újság van? Nem találkoztunk tegnap. Mit csináltatok? Vá, kérlek szépen, én Lászlót fuvaroztam, az új szerkesztőnket. Bementünk a fővárosba. Hát el kell mondjam nektek, gyerekek, hogy szinkron szerepet kaptam. Na, és tényleg? Május 25-én lesz a bemutató, és olyannyira jó voltam, hogy főgonosz lettem egy filmben, és az már nagyon komoly dolog. Nagyon, igen, 30 tekercset kellett megcsinálni, vért izzadtam, mert ez nem olyan, hogy csak bemész és mondod, hanem így figyelni kell, hogy ő mikor szólal meg. De mi ez, rajzfilm vagy? Nem, a Szépség és a szörnyeteknek lesz egy francia felújítása.
felújított verziója, nagyon sok szörnyel, és nagyon látványos a dolog, na ott vagyok én az egyik. Ez tök komoly. Tök jó volt. Ez menő. Aha, nagyon élveztem, én ezt csináltam tegnap, aztán összeszedtem Lászlót, aki különböző ilyen partik, délutáni partikba keveredett bele, majd hazanavigált bennünket Székesfehérvárra, ugye János elmondta, hogy ők 40-szer körbe mentek. Igen, szép. Mi? Így van, mi mit csináltunk? Azt mondta Laci, itt befordulunk balra, mondom, Lackó, ott van egy ilyen tábla, tudod? Mm-hmm. Tudom, hogy utánatok jöttem 10 perccel ugyanabban az utcában. Van rajta két gyalogos, az azt jelenti, hogy oda csak ők mehetnek be. Semmi baj, menjünk, jó lesz. Úgyhogy mi keresztül hajtottunk a sétáló utcán. Tudom. Remélem, hogy van kamera, várjuk a büntetést. Pont 10 perccel utána érkeztem meg, akkor jöttem el, egy rossz helyen vagyok, mikor a szökök út a kocsi alatt így elkezdett. Igen. Kiszálltam, mondom, nem kértem alvázmosást. Mondták, hogy kiömlik majd egy-két folyó, meg minden, aztán rájöttem, hogy én is a sétáló utca kellős közepén vagyok. Oda nem lehet bejutni. Mert ott régen ugye parkoló volt, igen, és azóta gyönyörű szépen megcsinálták. Igen, na én addig csukott szemmel mentem, mondom, majd a parkolóba kiintom a szemem. Kiintottam a szemem, és ott jöttem rá, hogy úristen, a szökök út nem volt itt még 3 évvel ezelőtt. Fölhívtam a szállodába valakit, hogy vigyen innen ki, engem navigáljon ki. Megtaláltam azt a garázst, ahol te beálltál. És beült mellé térképpel egy mit fáre. Nem, balra, jobbra, szűkebben. Oké, okay, vedd vissza a gáz. Kettes, szigorúban. Beálltam abba a garázsba, ahol te beálltál, 2 perc után ki is jöttem, mert nem volt számomra megfelelő parkolóhely, már nem a fejemnek, hanem az autónak. De szólt a férjek, hogy jöjjön és fordítsa meg az autót, én nem értem. Viszonylag szűk az a garázs. Hát ezt igen, ezt én éreztem jól is. Jól érzem. Igen, mindezt egyébként a szállodában recepciósok a kameráról végignézték. Mondjuk egy anyahajóval jársz. Én nem értem ezeket a garázsokat, ez hogy vagy, ráállsz erre, és akkor fölemelik az autódat? Így van, hogy egymás tetejére, ugye viszonylag kicsi a garázs, és aha, úgy voltak vele, hogy legyen dupla, ráállsz egy ilyen fémlapra, és fölemeli a kocsidat. Na de aha, ha én mondjuk egy terepjáróval állok rá, az akkor meddig emelik fel? Összenyomja? Igen, akkor összenyomja, de van külön két terepjárós hely, ahol nincs ilyen emelgetős. Mind a kettőn álltak. Igen, és egyik se terepjáró volt. igen, és beálltak oda egyenesen, nagyon rendesek voltak. Két okos. Na mindegy, úgyhogy ez van. Hoztunk ám ma is nagyon sok ajándékot. Egyébként bizony, meg bizony. Van egy csomó játékunk. Látjátok ezt a hihetetlen háromdimenziós játékhatárok nélkül szettet, ami itt van. Ez a turné kedvenc játéka. A dobolós verseny. Ami már úgy kiforrotta magát, hogy hallgatóink SMS-ben követelik, hogy jó, hagyjuk a domát, mikor dobolunk. Hát tegnap óriási volt. Tehát olyan dobszólók voltak, nem? Én tegnap voltam bent a rádióba, és belehallgathattam az új készülőben levő kis effektekbe, és mondtam, sok. Egyszerűbbet. Igen, Garaminak le kell, hogy vágjuk az egyik kezét, hogy ez csak egy kézzel játsza föl, mert nem... Te vagy a mai nap első szerencsése, gyere velem. Mi a keresztneved? Bálint. Te vagy, nem kell levetkőzni azért, ez nem az a műsor, amire gondolsz. Gyere ide állhatsz. Te vagy az első férfi Székesfehérváron, aki megérintheti a dobot. Óvatosan. Óvatosan, ember! Hozzájú. Na milyen? Nagyon zsír. Ó, látod, nézd meg. Na, egyet üthetsz rá. Jó, de szép volt. Visszaengedünk a babáthoz. Gyerekek, hát ez mi? Már egy multiplex élmény volt. Látod azt a földön túli örömöt az arcán, hogy micsoda, ő az első. Micsoda hanghatás volt, úristen. Döbbenet egyébként. És több ritmus volt ebben az együttésben, mint az elmúlt két napban bárhol. Igen. Nézzünk egy-két SMS, mit írnak nekünk a hallgatók már így korra reggel. Hol vagytok, Bali? Én már itt vagyok, írja Jocó. 5 óra 41-kor. Hol vagy, Jocó? Jocó, itt volt 5 óra 41-kor, már is ment. Így van. Nagyon nagy. Hol vagytok, Bali? Én már itt vagyok. Arrébb rántotta a cúg. Igen. 3 óra 31. Aludj vissza, Bali. Aztán majd, ha jönnek óvenék, ne felejts el hívni. Ja, jó. 3 óra 31-kor. Gyerekek, felkészültetek az időjárásra? Én reggel megnéztem, kimentem az erkélyre, és rátok gondolok, mert nagyon hideg van, kérdezi tőlünk Kinga. Hát felkészültünk, fölöltöztünk, de leginkább hallgatóinknak kell, akik a helyszíre jönnek. Budapesten szakad az eső, örüljetek, amíg nem esik. Drága fehérváriak, írja egy hallgató. Látjátok, mindennek van jó oldala, itt még a nap is kisüthet egyébként. Nem? Hát egy 2 hét múlva biztos. Ne hazudjak ekkorát? Mondjátok meg nekem, ha van egy járda, és mind a két oldalán egyforma a fű, miért megy át a csiga az egyik fűből a másikba? Jobb az a fű? A rokonlátogatás. Miért van tele ezekkel a rohadt csigákkal a járda? Kérdezi egy hallgató. Hát ez egy jó kérdés. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy egyébként a csigák nagy része pont arról beszélget, hogy ideépítették ezt a rohadt járdát, mindenféle népek járkálnak rajta, miért nem máshol mászkálnak ezek a rohadt népek? Igen. Na, hogy állunk játékkal? 2-0, János 2 gyönyörű pontot szerzett hétfőn és kedden. Aki ma játszik, nem választhat mást, mint Janit. De mi is? Mi? Nem figyeltél, igen, mi? Hogy? De mert kettőt megnyertél. Olyan szépen játszasz a héten, hogy ezt tartanunk kell. Figyelj, szerencsés fordulóban vagy, szerencsés ég alatt
hogy mondják ezt? Az csillagzat. Nem segítek. Mindegy. A heted egy szerencsés csillagzat alatt virrat föl hétfő reggel, ezt most már vinned kell. Hát ne tökölj. Aha, jó, hát figyelj, ha engem választanak, a hallgatók szava szent. Hogyha ők azt igénylik, hogy én játszok velük, akkor én játszok velük. De ha azt igénylik, mondjuk, hogy te! Igen, végre, az se baj. Te. Vagy Feri, te! Jó, valakit választunk a helyszínről, ha már itt vagytok, mert hogy elég sokan vagyunk itt az üvegstúdió előtt, akkor természetesen a helyszíni játékosaink lesznek majd az összes játékban, jó? Ne felejtsetek el regisztrálni a 100 000 forintért. Bizonyám, nagyon fontos. A mi kis csinos hostess lányaink, ilyen mindenféle kis, az, amelyik kezedben van, nem? Nem? Nem, az egy másik. Másik, bármi az, dobd el, akkor regisztrációs kártyát osztogassunk. Ki kell tölteni és valahova bedobni, de ezt a csajok tudják egyébként. Gyerekek, ez KP. Okosba, zsebben. Mm-hmm. Bizony, bácsi nem tud róla. Hm? Nagyon jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Adás előtt, vagy adás vége előtt, 10 perccel sorsol. Nem ez az egyetlen természetesen, mert aki regisztrál a 100 000 forintért, az később majd részt vett egy olyan sorsolásban a jövő héten hétfőn, amin 500 000 forintot lehet nyerni. És nem csak nálunk lehet amúgy játszani, aztán utána Csabinál is, Pirosnál is. Bizonyám. És van itt valahol egy kamion. Így van. Hol van? A Petőfi szobornál kamion. Van, egyébként a helyiek azok tudják. A Petőfi szobornál találhatjátok meg azt a kamiont, ami Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja keretében tartózkodik itt, és 34 féle ingyenes vizsgálattal vár mindenkit. Ja, és szélvédett hely. Igen. Követ minket ez a kamion? Igen. Szerintem a kamion mindig után. Ugyanaz mindig a kamion. Ugyanabban a városban van. Jön után? Ördögöd van. Ördögöd van, így van, gyakorlatilag minden városban ott lesz velünk, és aki kíváncsi egyébként az ő egészségi állapotára, hogy mire van szüksége, életmódtanácsokkal is szolgálhatnak, és mindenféle jó tanácsal azzal kapcsolatban, hogy érezhetnétek még jobban magatokat a bőrötökben, meg hát egy reális képet kaptok az egészségügyi állapototokról, és ez egy tök jó dolog, ingyenesen még egyszer. Bizonyám, és szívhangot is lehet adni, azt bizony, is adjátok le. Azzal Feri már adott egyébként. Feri már adott, úgyhogy megvagyunk Ázsiában, egész hétre. Azóta Ázsiában a stúdióban, ma, hogy visszaszűrjék egy picit így hangban, mert nagyon elnyomta a többi. Igen, Ázsiában azóta is az eget nézik, hogy vajon mi volt ez. Mi volt ez a hangrobbanás. Úgyhogy nyugodtan tessék vizsgálatokat csinálni, szívhangot adni, és aztán visszajönni hozzánk, jó? Csak mondom egyébként, igen? Hogy 5270-en voltak tegnap Miskolcon. De szép szám az is. Ezt így most nem van. Mondod komolyan. Így van, a vizsgálatokon résztvevők száma Miskolcon 5270 fő volt. Hát amikor akkor, én jöttem hát el, ez, akkor hát már nagy sorbaállás volt, úgyhogy egész nap ott voltak. Hát akkor örülhetnek. Szerintem igen, hogy velünk vannak. Hogy követnek minket. Fél hét múlt pontosan egy percen. Hoppá. Hopszi, valami belömlött a klaviatúrába. Valami kijött a számból. Fél hét múlt, már végre egy idő. Így van. Játékra most ne jelentkezzetek, jó? Mert hogy a fehérváriakkal szeretnénk itt játszani a helyszínen. Jövünk a hírek után. 6 óra múlt 50 perccel itt vagyunk Székesfehérváron, méghozzá jól megszokott helyünkön, ha valamelyik fehérvári hallgatónk nem tudná a piac téren. És nagyon jók vagytok, nagyon jók vagy, összebújtatok, mi a hideg ellen, azt csinálják. És azért nem tapsolnak, mert teje van a kezükben. Igen, nagyon helyes, a pingvinek is azt csinálják, láttam egyébként, összebújnak, és akkor ott valahogy egymást melegítik. Gondoljatok arra, hogy nincs hideg, csak a hőérzet csalóka. Jó, van. Menjek én a ahogy felébe. A seregbe mondták Bali, annak idején. Bali, gyere ki! Mi meg akarsz verni? Gyere, Bali, gyere, Bali, olyan állas kapsz, hogy sose találsz haza. Jövök mindjárt. Csak dolgozom, közlekedési híreket jelenem. Törődöm a hallgatókat, témákat keresünk. Még mit tudnék csinálni, még mit tudnék csinálni. Szeretettel köszönjük az Alba Volán ZRT járművét. Tényleg az Alba Volán. Az ő volt az. Na, velük is mentél már. Nem, mindig amikor helyi tömegközlekedéssel találkozom, akkor mindig egy picit megdobban a szívem. Az enyémek, az én véreim. Igen. Veled. Ugyanúgy élnek, ahogy én, de jó. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Levi! Hello, Levi, jó reggel! Hello. Jó, közel a mikrofont. Levike, mi újság? Honnan jöttél? Hát Agárdról. Agárdról átjöttél hozzánk? Igen. Te jó fej vagy, köszönjük szépen. De drága vagyis, innen kilősz majd suliba? Hát igen. Akkor mit tanulsz, mi leszel? Fogalmad nincs. Nem rossz. Már megérte az az első év. Én hát még igen. Most se tudom, Levi, úgyhogy ne aggódj ezen. Mennyi idős vagy? 14. És mi, hogy már 14 évesen el kell dönteni, nem, hogy az ember nagyjából merre orientálódik. Felháborító, kérlek szépen, felháborító. De Levi egyébként, nem tudom, figyeltétek-e, úgy szaladt fel a lépcsőn, mint hogyha van ilyen pehésű világbajnoki címmérkőzésre készül le, vagy rohanna fel a ringbe, belépett a kötelek között, körbe táncolt, üdvözölt a tomboló tömeget, és várja az ellenfelét. És megnevezi az ellenfelet, kivel szeretné játszani, Levi?
Janival. Nagyon jó, okos választás. Hallod, Levén, itt felhájpoltalak, beállítottalak egy tök pozitív személyiségnek. Ja, és akkor benne? Na, jó legyen. Ez a beszéd. Mehetünk? Mehetünk? Hova? Ja, persze. 3, 2, 1, és tessék. Levi, szeretnél kezdeményezni, kérdezni? Meghagyom neked. Na, mikor keltél? Korán kellett kelni azért, hogy ide jöjj? Bazony. Anyával jöttél? Apával. Apával. Mit szól hozzá, hogy késni fogsz az iskolából? Késni fogsz? Mm. Hogy? Aha. Tudod, hogy passzivitásért is ki lehet zárni a játékból? Tudtad? Van olyan, hogy passzivitás? Van. Tehát tudtad. Jó kis beszélgetés. Na, kérdezz nyugodtan. Le akarsz győzni? Le. Aha, na. Na figyelj, most kicseszek veled. Na, ennyire nem vagy kíváncsi a személyiségemre? Ár, hogy kimondtad. Kicsoda? Igen, de, én most kimondtam. Na jó, ezt nem tudjuk megadni. Nem tudjuk megadni. Egy vicc. Levi. Nem tudjuk megadni. Mondjuk, mi a között színe? Aha, de most már a tapsból meg az effektből, a rutinosabbak már tudhatják, hogy vége van a játéknak. Egyébként én kimondtam a nemet, csak hát ugye valljuk őszintén, kedves műsorvezető társak, kedves hallgatók, ugye hallottátok, hogy Levi azért elég passzív. Passzív voltál, Levike, ez, lehet. Ez, hát nem lehet, lehet, ez annyira nem lehet, Levi, ez nem lehet, biztos. Ez biztos. Ez nagyon biztos. Adunk neked egy ajándékcsomagot, mert adtunk mindenkinek, jó, köszönöm. De a pontot viszont magunkhoz írjuk, jó. Mert hogy nem passzív volt, tehát passzív az, aki keveset beszél, Levi nem volt passzív, Levi mínusz passzív volt, mert nem beszélt semmit. Tehát nincs olyan, hogy passzív csak azt tud lenni, aki nagyon keveset beszél, Levi nem szólalt meg, effektíve. Tehát, hogy... Nem volt rossz a taktika, csak igen. Ebben a játékban ez nem jó. Igen. Levikém, adunk egy ajándékcsomagot, jó, fogad szeretettel, vegyél el egyet, mert hogy mindenkinek adunk, hiszen kitelepülés van, de a pontot magunkhoz írjuk, mert ezt nem tudjuk megadni. Jó? Be tudjuk annak, hogy megdermett szádít kint a passzát célben. Lefújja előtt, és ezért lefajtál egy kicsit. Na, azért gratulálok. Jó, már ki is ment érted. Ja, okay. Megvan az ajándék. Aztán Levikém, beleálljon a szád. Jó? Igen, aztán ne csak ilyen reggeltől. Igen, micsoda bőbeszédű sád. Gyerekek, lefagyott egy kicsit, nincs ezzel baj. Miénk a pont? Szép volt, Jani. 3-0! 3-0! De ügyes vagy. 6 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. Ezek már fagyási sérülések voltak. Azért kiabálnak, mert annyira fázol, hogy meglátták a bal kezüket, ahogy üszkösödik. Én láttam egyébként a férjének a szájáról, le tudtam olvasni, gondoljatok egy hősugárzóra. Igen, bújjatok. Működik a pingvin effektus. Működik? Igen. Nagyon helyes. Én beálltam, hogy nekem egy baj van, hogy egy fél méterrel kilogok, tehát az a rész fázik, igen. De alul nagyon jó. Igen, ha te pingvin lennél, az alsó testet nem fagyna meg, csak a fejed fagyna le mindig. Mert igen. Ilyen nagy pingvin vagy a sok kicsi pingvin között, igen. 7 óra múlt pontosan 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek az egész országnak, a székesfehérváriaknak pedig itt a helyszínen, mert hogy újra megérkeztünk hozzátok, piactéren vagyunk a gyorsétterem mellett, már-már tulajdonképpen ami megszokott kis bevált helyünkön, ugye? Ami nem akarunk változtatni, mert szeretünk idejönni, és ez a hely, ez tulajdonképpen itt már a miénk. Valaki leszáll a buszról, átnéz ide, és ha nem is vagyunk itt, tudja, hogy Janiék itt szoktak lenni. Na, milyen kint, komolyan kérdezem, én voltam kint az előbb, néhány kártyát aláírni, hogy bírjátok? Jól? Figyelj, le a kalappal, komolyan mondom, sokan vagytok, felöltözve, sapkával, kesztyűvel, felszerelkezve a Fehérvárjak. Még talán a Feri fázik a legjobban. Hogy én vagy, vagyok, igen, én vagyok az. Hát kérek szépen, itt egy olyan dekoltás van mellettem, hogy életke, nem fázol, csak kérdezem. Nem fázom. Nem, neki nem fázik az se. Picit álljatok arrébb. Hát nézzünk ide. Hát köszönjük. Azt gondolom, ugye? Hogy ott, igen. Hát ott igen. Tudod, igen. A hidegben meg karcol is, úgyhogy. Igen. Oda, Jani, oda pont beférsz közé, befekszel, már meleged lenne. Jó kis meleg kuckó. Igaziak? Mert ha nem, akkor értjük, hogy nem igaziak? Igen, igaziak. Igen, teljesen igaziak. Ez közös fotót akarok. Gyerekek, ez ma már egyre nagyobb kincs. Ez ma már egyre nagyobb kincs, hogy igazi. Ugye? Na nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet, mit írnak nekünk. Hát néhány helyen már lesújtott a vihar, esik az eső, fúj a szél. Közeledik ez a ciklon, ez az anticiklon, ez a hidegfront, amit emlegettem is, amikor megmosolyogtatok, hogy hát persze, miket beszélek itt, majd figyeljétek. Jó, de ezt az SMS-t a Hornfokról küldte egy hallgatónk, a interneten keresztül hallgat minket. Az is igaz. Nyírbátorban az Ebrecen felüli végén van egy trapi, ez Zoli küldte nekünk, az M2-es Gödi lehajtójánál áll a sor, Budapest felé nincs baleset, Dunakeszi kúttól már megy a sor, ne forduljanak vissza az autósok, ezt Szilvi küldte nekünk. M6-os baleset és hatóságmentes, erős szélfúj, és a 135 kilométernél, vagy a 135. kilométernél kamion gumiabroncs a belső sávon Pest felé. Futár Pisti
küldte ezt nekünk. Köszönjük. Az M2-ese Budapest felé ma sem lehet felhajtani, teljesen áll. Mi a helyzet? Hát Szilvi válaszolt, hogy nincs baleset. A Dunakeszi úttól már lehet haladni, úgyhogy odáig kell csak eljutni, kitartás. M1 MV bevezető szakaszán az ÖMV kútnál van egy trafi, ezt Kupa küldte nekünk, és 23-as kőnél Miskolc felé az M3-oson van egy baleset. Az esőtől semmit nem látni, életveszély. Ez 3-7-kor jött. És ahogy látom, a Hajdú család megköszönte a Hedővé számot. Személyesen Hedővé írt, hogy thank you, Bali, thank you, Jani, thank you, Feri. Igen, és Sarka Kata is írt egy SMS-t. Igen. Gyerekek, Hajdút eltűnni látom én a bulvár sajtóból. Mi van? Kicsit megkomolyodni látszik emberünk? Tudatos volt, emlékszel rá, beszéltünk is róla 2 hónappal ezelőtt, vagy 3 hónappal ezelőtt, ő mondta, hogy vége annak, hogy ő mindenféle ilyen szerepben tetszeleg, és látom a közönségünk arcán, hogy ezt ők retteltesen sajnálják. És most mi van? Morfiumozzák az elvonási tünetei miatt? Vagy most mit csinálnak? Címlapot akarok, címlapot. Szanatóriumban kezelik most a Hajdút, nem látom Blik címlapon, nem látom Borz címlapon, nem látom sehol, hónapok óta, nem mintha egyébként ettől azért én olyan nagyon álmatlanul hánykolódnék, de hogy kivonult a bulvár sajtóból, hát ez... Most nem akarok tényleg rossz indulatot lenni, de nem lehet, hogy így a bulvár sajtó részéről így megkopott az igény? Nem hinném, hát sosincs ilyen. Hát ez is egy jó felvetés, hogy ki unt meg kit, Peti unta meg a bulvár sajtót, vagy a bulvár sajtó unta meg Petit, és most valami teljesen más... valakit futtatnak éppen a bulvár sajtóban. Mi volt a legújabb képeit láttam? Hol? Egy véletlenül elveszett telefon. Hol? Ugye? A Facebook oldalához. Igen? Kata földob magáról mindig képeken? Igen. Mi volt az utolsó hír a Petivel kapcsolatosan? Megvan? Emlékeztek rá? Petivel? Hogy már szabad szemmel se látható a frisbee nézettsége. Nem tudom, igazából nem is akarok nagyon velük foglalkozni, már én a Pétert kedvelem, mert szerintem nagyon bírja az osztást, meg jó humorus rá, nagyokat lehet vele röhögni, de csak most így ugye megemlítetted, és ugye eltűnni. Én is erre emlékszem, hogy az utolsó írvel a kapcsolatban az volt, hogy annyian nézték a legutóbbi frisbit, ahányan a stúdióban volt. Ja Istenem, hát komolyan mondom, milyen szemetek vagyunk. Képzeljétek el, ott van egy pici fiú, hány éves? 3-4? 5. Na, ez szép volt, Bali. Jó van. Le 3 éves, ezt nem egy 5 éves. Há, hogy megnőtt? Mi? Tavaly óta. Hogy megnőtt? Nagyon. Hozott nekem egy olyan kekszet, amit én soha sehol nem mondtam el, hogy mennyire szeretem ezt a kekszet. Azt hittem, hogy soha nem ennék meg. Ez egy nagyon jó minőségű keksz amúgy. Ez egy brutálisan jó minőségű keksz, nagyon cuki, és képzeld el, hogy nekem hozta, pedig erről nem beszéltem. Nem jó szemem, orál. Nem orál. Ugye hallgatóink tudják, hogy ki mit szeret, ki mit kedvel. Egyszer csak elővarázsolta. Tök cuki. Hello, sziasztok! Szia! Édesem, 5 éves már? Miért mondtam én? Igen. És hall is minket. Hello, mi a neved? Martin, hello, nagyon cuki vagy, köszönöm szépen. Ugye nem csak megkínálni akartál, én meg elvettem az egész dobozzal, ugye? Tehát, ezt a Balázs bácsinak hoztad, ezt a kekszet? Hát igen. Fizes ki, tarpaj. Virisd a lóvét, tesró. Igen. 5 évesektől veszed el a 10 óráig. Azért, mert meglepet is hoztam. Édesem, de aranyos. De cuki vagy. Figyelj, de ezt csak nekem hoztad, ne adjak belőle a Janinak meg a Ferinek, ugye? De adjon, mondjad. Hát. Mondd, hogy ne. Kicsit elbizonytalanodott a gyerek. De már mondta. Nem. Ne. Igen. De helyesek vagytok. Mit csinálsz egyébként, mivel foglalkozol? Már nem a gyerek, baj, most éppen növésben van. Igen. Én személyasszisztens. Személyasszisztensként dolgozol. De nem tűnik úgy, mintha fáznál. Jól bírod, hát, egyébként. Hát fázok, de bírom. Igen. A gyerek érdekében ti vagytok a kedvenc, és már egy hete erre készül, hogy kijöjjünk. Igen. Muszáj volt. Ovi előtt jöttünk, innen megyünk Oviba. Ó, megy Oviba. A Benny is nagy Ovis egyébként, nagyon szeret Oviba járni. Mondjuk a gyerek ráfagyott a korlátra, csak szólok. Igen, ő már oda rögzül. De megbírja ő is. Figyelj, mivel tudnánk ezt a kis kedvességet viszonozni? Add vissza. Hát, úgy tudném miért, hogy én ezt tudottam, ezt az Oreo kekszet, aztán ja, igen, most a Balázs megköszönte. Honnan jöttél te gyártótól? A Balázs megköszönte. Én megköszöntem, mert ilyen kis rendes. De mit kérsz érte cserébe? Mit kérsz cserébe, Marti? Minek örülnél? Mit adjunk neked? Balázs bácsi, rajzoljon keresztet a homlokomra. Igen, 2 doboz ilyen kekszet. Hogy kuncog, gecuki? Hát, mit szeretnél, Marti? Még azt nem tudom, na, mit. Na, döntsd el, jó? Találj ki valamit, nézd meg, hogy a többieknél mi van. Van egy ilyen nagyon menő, amivel te nagyon menő lennél az Oviba, Benninek is volt ilyen, amit így karra lehet tenni, olyan, mint egy óra, csak nem mutat órát, ilyen karszalag jellegű, ez hosszú egyenes, és rá kiosztottam tudod... már az összeset, de majd visszaveszem őt. Valakit nem, szerzünk. Jobb lenne. Mi lenne jobb? Mi lenne jobb? Egy roverkulcs. Amit
Balázs előbb mondott. Amit az előbb mondtam, szeretnél egy olyat, Martin? Igen. Jó, na. Arany American Express hitelkártya korlátlan kerettel. Igen, és a kocsi kulcsodat is ad ideig. Igen. Jó, oké, Martin, szerzünk neked egyet, jó? Jó, lesz ajándék, oké? Jó. Anyukája minek örülne? Én annak, ha melegebb lenne. Ah, igen, annak na, mondjuk, annak mondjuk mindannyian. Mindannyian. Jó, Martinkám, szerzünk neked még egyet, valahonnan előkerítünk, jó? Én már csak Balázs, majd én meg szerzek neked! Ha megláttam, hogy valaki hozzányúl a kekszemhez. Örülsz? Látod? Anita már adott is neked, adott is egyet. Na milyen? Menő? Nagyon jó! Tetszik? De jó, figyelj, menj be az oviba, és mondd meg, hogy skacok, nektek nincs ilyen, csírák vagytok, mint nekem van egyedül. Jó? Nyugodtan mondd el nekik, imádni fogják. Aha, igen. Az biztos új barátok, ügyes és volt. Mindenki rád lesz így, Martin. Jó? Ügyes volt. Aha, na jó van. És hogyha ugyanígy mondod vissza majd, ahogy Balázs bácsi kért rá, akkor megkérdezi majd az óvolén, hogy ezt nem kitől hallottad, Martin? Te olyan szerény, kedves fiú volt a régebben. Balázs bácsi, te jó, hát akkor nem csodálkozunk senki. Figyelj, a srácok nagyon tudnak menőzni. Benni, mikor kap valamilyen kis apróságot, egyébként bemegy, olyanokat villog vele. Kapott egy ugyan ilyet, csak még egy pici óra volt a közepén. Figyelj, a többiek sorvadoztak az irítségtől. És mondom, mutassa körbe mindenkinek, tudod. Na, a gyerekek azok szeretnek. Hát te is menőztél a Madboxoddal, amikor bementél. Nekem nem volt Madboxom. Jó, akkor a fakockával. Nem, egy ízével, egy kukorica csuhéval mentem be. 4 éven keresztül, sőt, még elsőben is azt hordtam magam. És tudod, már előző este várod, hogy meg tudod majd mutatni a többieknek, és akkor tud, az egész egy ilyen nagy izgalom, nem? Hogy majd mit szólnak hozzá a többiek. És ha király vagy, akkor odaadod nekik, hogy játszanak vele. Ne adod a senkinek. Jó? Igen. Emlékeztek régen a kvarcjátékokra? Mekkora óriási menőség volt, ha volt kvarcjátékod? Vagy mondjuk... Nekem Snoop is volt. Volt Snoop is kvarcjátékod? Snoop is teniszes. Snoop is teniszes, azóta, azóta értek ennyire jól a teniszhez. Igen, azóta vagy akkor a tenisz. Honnan volt neked Snoop is teniszes játékod felé? Franciaországból, jó? Ennyi. De mit küldtetek érte? 3 meg tömött libát? Vagy mi volt? Hülye vagy ez. Bocsánat, ne haragudj, de hát a sokkal többet ér. Kiraboltatok egy vasúti kocsit, ami ott vesztegelt a közeletekben? Ki az, aki korunkban ilyen 40-es körülbelül, mert azért sok fiatal van, akik még emlékeznek ilyen kvarcjátékokra. Volt nektek valamilyen ilyen régi? Hát ez a mai generáció... Ilyen farkasos tojás kapkodós. Farkasos tojás kapkodós. A mostani generáció ugye hát most már mindenféle PC-kel játszik, meg diablózik, meg mit tudom én, mit csinál. World of Warcraft, meg mik vannak, hát brutál játékok vannak. Ezek ugye ilyen kis kézbefogható, ilyen kis kétdimenziós szörnyűségek voltak. Emlékeztek egy Western Bar nevezetű játékra? A legnagyobbak közé tartozott. Felhajtottad, dupla kijelzős volt talán, és a bárban kellett ilyen poharakat lelőnöd. És néha bejött egy ember, akivel párbajoznod kellett az asztal mögött. Az megvan neked? Igen. És a Donkey Kong játék az megvan? A Donkey Kong a legnagyobb volt. Ugye egy hatalmas gorilla volt a tetején, ilyen párhuzamosan meg egymáshoz képest picit eldöntve voltak ilyen szintek, és a gorilla mellett volt egy csaj, akit ő erre volt, és folyamatosan hordókat gurított le. Igen. Ezeken a lejtőken, és ezeket kellett átugrálni. Mondjuk nekem gyakorlatilag bármilyen játék ma lehetett, annál menőbb nem volt, mint amikor apám bevitt reggelenként Zillel a fonogyár. De most komolyan mondom, tehát én voltam a legnagyobb császár, mert a Gyömrői úton volt a fonogyári óvoda nálunk, és a fatalon mindig bevitt Zillel, és kirakott ott. Igen, de mindig beállt. Gyömrői úton már akkor se lehetett megállni egyébként, főleg nem egy ekkora autóval, de amikor én kiszálltam onnan lepattanok, a többiek mindig azt a menő. Áll az egész Gyömrői a Jani miatt. A sofőröm hülye. Itt a faterom mergával jár. És akkor lemásztál a kis ifán, ott igen, a létrál, ott leugrottál a kis hátizsákoddal, és bementél a suliba? Igen, és apám mindig üvöltött, hogy erősebben csukd be az ajtót. Figyelj, ezt én is eljátszottam, csak én kis polszkival. Tehát 92-ben, ugye, amikor én gimnáziumba kerültem, akkor még ugye nem is nagyon volt jogosítvány, de 94-95 környékén megszereztem, és amikor annyira menőnek érzed magad, hogy félreállsz a kispolszkival, és megvárod a 7:50-et, míg mindenki beér, és csak azután mész be, hogy lássa mindenki, hogy kispolszkival jössz, az mennyire kemény. Már akkor is gizda voltál. 7:30-ra odaértem, de mondtam, hogy 7:30-kor nem mehetek be, mert nem látja senki, félreálltam. Vártam 20 percet, megnéztem, hogy az osztálytársaim elmennek, és akkor már tudtam, hogy mindenki benn van az osztályba, kövérgázzal megérkeztem a parkolóba. Nagy duda. Dallamkürt volt? Dehogy is nem, dallamkürt nem volt. A dallamkürtnél cikisebb dolgot én el nem tudok érzni, most komolyan, de azért volt egy időszak, amikor rendkívül menőnek tűntek. Igen. Mivel lehetett még menőzni az iskolában? Mondjatok még egy-két dolgot, Feri, ilyen korunkbeli embereket szólaltass meg, hogy mi volt még régen, ami olyan menő volt a suliba, hogy mindenki irigykedett. Te mivel menőztél annak idején? Én nem voltam menőző, de szerintem, hogyha valakinek
egy márkás magas sarkú cipője volt, vagy ilyen sportcipője, mint amire... Magas szárú, nem? Ugye? Valami, amit te is hordasz, az nagyon menő volt akkor. Finom, mint amit te is hordasz, Feri, már 20 éve nem mondják. Az akkor nem, azt mondja, hogy az akkor menő volt, jó. Most már nem. Mondok egy olyat, emlékeztek a pumpálósra, amit föl tudtál pumpálni? És minden edzés előtt, vagy kosárlabda meccs előtt föl... Most témát váltottunk? Nem, volt egy olyan cipő, horrorárban volt, soha nem volt cipő, olyan cipő. Van a felpumpálós. És föl tudtad pumpálni a cipőt, és mindenki nézett rád, hogy úristen, nekem nem volt ilyen, mert nem volt rá pénzünk soha. Egy pumpálós edzőcipő, emlékszel? Persze. Talán a Michael Jordan, vagy nem tudom, ki hirdette. Na, mivel lehet? Volt pumpálós edzőcipőd? Pumpálós edzőcipőm nem volt. Neked nagyon sanyarú a gyerekkorod, ugye? Igen, nem volt sajnos gyerekszobám. Még az se szegény. Nekünk volt, mi is hárma laktunk, mert ott áll mögötted egy szakállas úriember, olyan, körülbelül olyan magas, mint egy kicsit balra felé. Jó, te vagy ott, az, meg vagy. Igen. Hello. Hello. Mivel, hello. Volt olyan, amivel lehetett merőzni neked? Emlékszel, általános iskola, amivel bementél, és nagyon nagyot lehetett vele vakítani. Az öregem Ausztriában dolgozott a 90-es évek elején, és akkor a kinder tojás, mert az osztályfőnököt egy impulsprével vettük meg. Az igen, igen. De ajándékba adtátok neki? Persze, persze. Nem ajándékba, a kettesért. Hát ezek voltak akkor a legmenőbb, Impulse, Limara, hú. Még a mai szagolgatot. Még én is fújtam magamat. Igen. És akkor apád onnan hozta át a dolgokat neked? Hát igen, ott dolgozott, és akkor azokat hozta, és akkor vittem be a kinder tojást, mert tudod, olyan csokik, amiket most már kapsz itt is. De most már ugye ez minden sarkon van, de akkor hát bevittél egy ilyet, és senki nem tudta. Senki nem tudta. És aztán a következő... hogy volt 7 zenés kvarcórád is. Mi, persze volt, kvarcórán, gördeszkál minden. Figyelj, én emlékszem arra, amikor a Rotring az menő volt. Tehát ha Rotringot volt, emlékeztek? Igen. Nem tudom, ez most milyen árban van egyébként, vagy a mostani diák. Használtok? Használtok minőség ilyen? Most is. Minőség minden. Most is? Persze, rendben van. De volt egy Rotringod, egy töltős, ugye, ami betöltötted. Hát az... Nekem figyelj. Volt valahogy, nem tudom, hogy honnan szereztem, de tényleg volt egy, csak ugye nem volt bele hegy. Tehát, hogy az volt egy jó, hogy mindig kikészítettem óra előtt, és kitettem így az asztal, és így nagyon hátradőltem, és akkor... De gyakorlatilag senki nem látta használni, mert hegyet nem tudtam belevenni. Jani, a palatáblába tudtál volna karcolni vele. Igen. Mondok még két nagyon menőt, szerintem már ez, nem tudom, hogy a kapható-e ápiszokban, vagy ami most olyan pillanatban, amivel őrületesen menők voltunk mi általános iskolában. Emlékeztek arra, aminek 4 különböző színe volt, és behúzogattad a színt. A toll, van még ilyen? Használtok még bizony. Ilyet? Egyébként? És ilyen bruttó 1,5 kiló volt. Igen, itt az elsősorban a lányok, hogy átverekedik a szegény Feri. Bocsika! Hello, csajok, van még ilyen? Használtok még ilyet? Ez már nem használom. Már nem. Ilyet, volt kék, piros, zöld, meg talán fekete. Kinek van ilyen tolla? Nekem van ilyen toll, amit használok. Komolyan? Igen, nagyon vicces, amikor benyomod egyszerre többet. Igen, benyomod egyszerre többet, akkor ennek az a lényege, nem? Igen. És mondták, hogy váltsatok kékről színre, és tudod, mindenki elkezdte keresni a piros ceruzáját, te megmondtad, hogy tanárnő, ne putáskodjon már. Kinyomtad... Váltsatok kékről színre, hülyék a kék is szín. Igen, kékről pirosra. Kinyomtad a kéket, és behúztad a pirosat. Nagyon menő. És az osztály olvadozott, hogy úristen. És állandóan azt hallottad, hogy mindig játszanak vele, tudod, mert mindig egyikkel vissza tudtad húzni, ugye az egyik be volt tolva, akkor a másikat tudtad visszarántani, és hallottad ezt a kis csattogást. Igen, mit csináltál? Persze, mi ha megszereztük az osztálytársunkat, volt egy nagyon jó módú osztálytársunk, behúztuk mind a négyet, jól beleszorult neki, és soha többet nem tudta használni. Volt, mi van? Igaz, jó, szerintem korrekt. De ez mikor van, egy tornaóra előtt vagyunk? Volt egy másik, amire emlékszem, az ceruzaszerű volt, pici hegyek voltak benne, kivetted alul a hegyet, és fölül betöltötted. Arra emlékeztek? Van még ilyen egyébként? Biztos van. Nekem még valahol megvan. Volt ez a klasszik töltő ceruza, ugye kiúsztad, fölül betöltötted. Hátulról le lehetett csavarni a végét, kivetted belőle a hegyet, és beleraktad előről, és amikor megnyomtad, akkor előrefele ilyen, mint hogyha ilyen rózsaszirmok lennének, így szétnyílnak. Ja, igen, az más, igen. A rózsaszirmok szétnyílnak, az más, de... Igen, hosszú grafit rudat tudtál előről beletölteni. És a hátsó kis lecsavarható rész volt a hegyező. Igen, és ott tudtad kihegyezni. Most ki az, aki iskolás? Ki az, aki iskolás most? Hát valószínűleg például te, ugye? Csulis hát vagy? Nem, még véletlen sem. Akkor viszont nagyon jól tartod magad. Igen. Ki az, aki iskolába jár? Tessék, te veled beszéltünk. Mi a menő most ilyen írószerben? Hát már most jelenleg a motorok a mi menő. Jaj, picit azt gondolom, hogy... túlugrottuk. Hogy hívna? Barnusnak hívnak. Barnus már szerintem nem érti, hogy miről beszélnek ezek az öregek. Hátul töltött ceruza, írószer. Szünetekbe kimegyünk a suli mellé, és akkor húzhatjuk neki robogóval. Aha. Ja, az is menő egyébként. Hát, nem a matek leckét beleégetni az aszfaltba, tudod, hátsó kerít. Természetesen a lecke megírás az első. Figyelj, de neked, Barnus, van még fogalmad arról, amiről beszélünk? Hogy ez neked már egyáltalán nincs meg, nem? Hát, elvesztettem a fonalat. Kik ezek a dinoszauruszok? Gyerekek,
igazság van, hogy ezek már olyan, megint olyan generációs élmények, amiről már egy generáció nem tudja, hogy miről beszélünk. Tehát ez megint azért elgondolkodható, hogy vagyunk már olyan öregek, hogy egy másik generációnak fogalma nincs, hogy te miről beszélsz. Ez olyan, mint amikor az 50 éves anekdotázik neked, és mondod, tudod, hogy jó, hagyjad már, fater, engedd el, persze. Markus, mivel írtok? Én személy szerint töltőtollal írok. Aha, azt hittem, mi már nem írunk. Töltőtoll. Hát arról mi csak álmodozni tudtunk. Töltőtoll, mi az? Na, aztán írja még egy hallgató, az is nagyon menő volt, bár az, szerintem az sose volt menő, az, van, az mindig ciki volt. Barnus, szerintem erre nem emlékszel, mert nem tudod mi az. Ugye volt az a toll, amiben nem tudom, oxigén volt, vagy folyadék volt, és ugye elment egy hajó a parlament előtt, visszament a parlament előtt. Az miért volt ciki? Tök az nagyon, volt. És a bolond a vetkőzős volt is. Volt a vetkőzős, megvan? Olyan viszont. Van, mi? Azt mondja, Barnus, azt ismerem. Hát figyelj! Az is kedvenc tollam, amikor a nőről lecsúszik a ruha. Lecsúszik a ruha. Nekem olyanom volt, persze nem az enyém volt, ezt is erőszakkal vettük el nálunk sokkal gyengébb testalkatú osztálytársainktől, hogy a parlament előtt elment egy hajó. Mennyire komoly. Gyönyörű. Elment, visszajött, és ezzel írtunk. Neked volt ilyened? Nem, nekem egy, hogy hívják, egy spermium úszott oda-vissza. Hogy lehet volna? Iszonyatosan menő volt. Volt, igen. Nekem ez bejött, volt belőle egyébként vonatos változat is, amikor egy kis vonat ment, de nekem a legjobban természetesen a vetkőzőstól tetszett annak idején. Az volt a fura, hogy ugye egyszerre jött le belőle a bikini alsó és felső része is, tehát hogy így külön-külön nem lehetett vetköztetni. Gondolt egy igent, aztán igen vagy nem, igen, hopp, és már vége is volt. Tehát picit ilyen futószalagszerűen vetközött a csaj. Hát ezek nagy élmények voltak. De jó igen, is volt. Igen. Ki az, aki ezt nem ismeri? 20-25, ugye? Tehát a 20-as generáció erről már nem nagyon tud. Persze most ilyen vetköző tollas van, de ezekről a típusú dolgokról... Figyelj, Bali, nem Na. úgy van. Én 25 éves vagyok, én ismerem. Igen? Figyelj, nem úgy van. Meg lett mondva. Te úgy nézel ki, mint Rogán Antal. Ne, figyelj, ne politizálj, jó? Ez nem az a műsor. De csak mondom, nem mondták még? Nem. Őrületes szemem van a hasonmásokhoz. Tegnap Justin Bieber szúrtam ki egy az egybe. Nem? A fiatal Rogán Antal. Figyelj, a fizetését elfogadnám. Abba maradjunk, jó? Igen. Na, mit mondtál, hogy ezekre még te is emlékszel akkor, ugye? Persze, hogy ne. Nem volt olyan régen. Jó van, azért ez megnyugtató, hogy egy másik generáció még erre emlékszik. Ezek szerint rendszeresen jártok el múzeumban. Az osztály. Hát jártunk inkább az iskola mellé. Néha benéztünk az írószerboltba, tudod. Nálatok mi volt, Feri? Az ostor, vagy mi volt az, ami... Libator, kiegyező, viccezel? Hát gyönyörűen, persze, tentával. Az ustor nyéllel karcolták bele a földbe, a jó Nem, a disznó oldalába. Ja. Ja. Meg legyen télig. Figyelj, jó ezekről beszélni, ez egyfajta egy nosztalgikus élményt kelt az emberben mindig. Csak aztán, hogy előinte mindig vidám az ember, vidám, aztán a végén igen. pedig ízé. És aztán rájössz, hogy milyen vén kikér vagy. Még egy kör rövidet. Igen, ígyunk még egyetben, rohadt öregek vagyunk. Fél 80 pontosan, nézzük meg, hogy hallgatók, hogy mire emlékeznek. Jó, várjuk az SMS-eket, írjatok nekünk nyugodtan, megnézzük még, hogy mi az, amit kihagytunk a felsorolásból. Valamint, ha valaki szeretné ezt a single back fűrés egészség. Dolgot kipróbálni, ami nem fűrés, leszúrtak, hogy ne így mondjam. Figyelj, single back, nyugodtan menjetek oda, melegedjetek, single backoljatok, fűrészeljetek, már levágtátok? Nagyon-nagyon helyes, lehet adományozni szívdobbanást, kipróbálni egy csomó mindent, jó? Úgyhogy ez benneteket kicsit átmelegíthet, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 43 perccel. Igen, mindenki kicsit már az utolsó segélykiáltás volt. Itt vagyunk a Piasz téren, Székesfehérváron. Jelen pillanatban kipuszil kit, valami behaladszott. Mi van? Kinek van nagymamája? Kipuszil, kinek a nagymamája? Valamit hallottunk, de lehet, hogy Jani mikrofonja valahol. Hol a Jani? Adjátok vissza, Jani. Halló! Gyerekek, ja, kilopta el a Janit. Rákóczi térnél van egy koccanásos baleset, belváros felé alakul a dugó, Navosz küldte nekünk, leállt az egyes villamos a Lehel tér felé, a másik irányba is jó darabig állt, most kezdték el visszafordítani valahol a szerelvényeket, úgyhogy 20 perc utazás után a Liget felé jött végre egy. Jók vagytok, sajna ilyen tollaim, ceruzáim nekem is voltak, úgyhogy azt hiszem öreg vagyok én is. B. Cicus írta nekünk. Mi nem vagyunk azok, csak mondtuk, hogy volt ilyenünk. Igen. Nem vagy, ez a beszéd. Nem vagyunk öregek. Csak ezt már egy generáció nem tudja, hogy miről beszélünk, igen. A Plázától nézlek, hallgatlak titeket. Hol a Pláza? Itt a szemben. Pláza ott, ő az. Balázs, illetve tényleg az nagy, az. Balázs tényleg nagy a fejed. Lefagyott a játékos, mint az iskolatej, amit szállítok. Mivel elfelejtettem kikapcsolni a hűtőt, rátok fogom, mivel nagyon jó a műsor, így tovább. Megpróbálok odaérni, hogy személyesen láthassalak benneteket. Teljes írta nekünk. Szerencsétlen gyerekek meg van, megkapják. A két decis iskolatejét. Igen. Próbálja kivenni. Kicsit megfagyott a dolog. Na, egy-két SMS, hogy mi volt még menő az iskolában. Most csak az iskolában erre hagyatkoztunk, ugye nem akarunk most olyan klasszik retroadást csinálni. Ha már viszont a retroadást említem, ígértük lesz, csak megbeszéltük, hogy nem a kitelepülésen, hanem jövő héten vagy utána a zenékben a retro. Meg magyar és magyar zenék. Magyar retro, magyar vetélkedők, magyar reklámok, csinálunk megint egy ilyen nagy retroadást.
fémtoltartó, kazettás Walkman és kvarcóra számológéppel, ami egy Casio-ra volt. Emlékeztek? Egy és a rotlinggal tudtad nyomogatni. Igen, mert beálltak a gombok, és utána már semmire nem volt jó, csak arra, hogy funkítsál. És az első Walkman az három dolgot tudott, stop, play és előretekerés. De vissza nem. Vissza nem. Megfordítottad a kazettát, előretekerted, és a másik oldal azon a centet, hogy vissza. Ó, óriási dolgok voltak ezek. Nagyon jó ez. Nálunk az egyetemen az a menő, ha valakinek elsőre sikerül az élelmiszeripari műveletek vizsga. Jó, a műsor, imádnak titeket, bár kicsit fázom, úgyhogy remélem hamarosan dobolhatok. Puszi Orsi, hol van az Orsi? Hello Orsi! Finoman jelezted, hogy dobolnál egyet? Jó, nem sokára dobolunk, úgyhogy bírjátok még ki. Azt mondja, hogy lépése világító sarkú cipő, nagyon menő az volt. Igen. Az igen. Jó, hát csak ugye az a baj, hogy ugye a sarka világított, és igen. Azt, hogy mennyire volt menő, vagy mennyire volt hatással az emberekre, azt csak hátul láthattad volna, tehát magyarul soha nem tudtad, hogy mennyire vagy menő. Invicta hátizsák, kinek volt meg, sose volt olyan, nem volt rá pénzünk, mennyire menőn néztél valakire, akinek Invictája volt. Emlékeztek? Igen, nekem pólón van belőle. Invicta? Aha. Hát azt figyelj. Honnan van magának olyanja, János? Egy turkálóba vett. Invicta hátizsák, figyelj, úgy néztél rá, mintha valami UFO lenne, tehát akinek volt Invictája. Igen, bűvös négyzet meg van, számozott köveket tologatsz egy keretben. Ez a klasszik kis nem, ez volt, ami össze tudtad keverni, és ilyen Freddy Bénit kellett kirakni helyes irányba, és így tologattad a négyzeteket. Ja, és egy hiányzott belőle, és tudtad tologatni. Aha. Hát, figyelj. Azzal is nagyon-nagyon lehetett nagyon funkítani. Jó volt. Bizony, ám, csak nálam mindig oda torkolott a dolog, hogy elkezdtem kifeszegetni belőle, és úgy összerakni. igen, ki tudtad feszegetni belőle, igen. Balázs, nálunk a suliban az volt a menő dolog, ha valaki a haverom lehetett. Oh, Tom írja. Igazi szerint. Jó, de ez jó duma egyébként. Game Boy, ultra menő volt, hát akinek volt ilyen a Game Boy, hát az... egy Super Mario-s Game Boy a gimnáziumban, hát az felfoghatatlan. Az megvan az a Casio óra, amivel tévét lehetett bekapcsolni, arra emlékeztek? És ha volt tévé az osztályteremben, akkor a G-Shockról tudtad kapcsolni a tévét? Volt ilyen? Az már valami szuper hipermenő hát cucc volt. Volt olyan Casio óra, amivel be tudtad, infrás volt, és be tudtad kapcsolni a tévét. Nálunk önmagában... olyan volt a távirányító, hogy bottal tudtad váltani a tévét. Hát nem, hát nálatok a tanár ostorral kapcsolta be a tévét. Nem fogta, rávágott egyet. Csak mondom egyébként, hogy apósomnak olyan színes tévéje volt, amihez nem volt távirányító, és ezért úgy oldotta meg, hogy Forma 1 nézés közben ne kelljen felállnia, hogy vágott egy ilyen veszőt, ült a fotelbe, és így nyomkodta. Komolyan. Iszonyú jó arc volt az öreg. Volt az öreg. Olyan kár, hogy nem ismerem egyébként. Illatosan írták még sokan a Hawks kabátot, az is nagyon menő volt egyébként. És a Lutri matrica gyűjtő album, az megvan? Miért gyűjtettek velünk éveken keresztül matricákat? Emlékeztek, hogy mindenkinek volt ilyen a... Díja. Igen, a Lutra album volt, igen. Valami díja a végén, de nem tudom, hogy mi, arra már nem emlékszem. Az is ilyen matrica gyűjtő, de az a klasszikusok, az első közé tartozott. Igen. Ami még iszonyatosan menő volt, azoknál a srácoknál általában, én így emlékszem vissza rájuk, akik picit tovább járták a középiskolát, kicsit idősebbek voltak, de már rájöttek, hogy a Fuchs is menő, hogy csináltatok maguknak kis pipát, az egyik nagy sportszergyártó cégnek az emblémáját, fülbevalónak, és nyakláncra medálnak. Tehát így annak kellene, hogy a füledbe van egy olyan fülbevaló, ami gyakorlatilag egy kis pipa. Érted? Tehát, hogy elképzelem, amikor mondjuk kimentek például nyugatra valahova, és ott találkoztak azok, akiknek ez így teljesen természetes volt, találkoztak egy ilyen kis pipás fülbevaló és sráccal, de mi úgy néztünk rá, mint az istenekre. Istenek voltak, igen. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Ha van valakinek friss közlekedése, azért azt küldje nekünk nyugodtan, jó, hogy tudjam mondani, mi a helyzet az utakon. Most pedig Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Már nem is egyedül, egyből ketten, így jöttök játszani? Ketten. Na, jó, kell egy kis erősítés. Mi is hárman, mi is ketten. Kettetjük. Akkor álljunk neki. Hello, kiki csoda lányok. Szia, Barbie vagyok. Hello, Barbie. Vivi. Barbie és Vivi. Munkából innen majd vagy? Érettségiző vagyok, úgyhogy ráérek. Ó, érettségiző. Tényleg korábban érnek a mostani lányok, nem? Ma nem akartalak leidősözni, csak arra gondoltam, hogy nem azt néztem. Jó, nem tudjuk, hogy hanyadik nekifutásra érettségizik. Elsőre. Mi volt a legnehezebb?
Emelt német. Emelt német. Angolból akkor te nem is érettségiztél. Nem. Volt valami kavar az angol érettségi körül arra, emlékeztek? Azt hallottam, hogy a hallás utáni nagyon nehéz volt nekik. Hát, finoman fogalmaztál. Érthetetlen. Konkrétan érthetetlen volt a szöveg. Igen, hogy ott valaki valami olyan szöveget mondott föl, vagy még egy kazettás magnón küldték el az érettségizőknek, hogy nem értette senki a szöveget. Vendégoktató volt. Valami, igen. Ahogyha vele mondották volna föl, na, az lett volna nehezen értelmezhető. És az emelt szintű német az mit jelent? Hát nehezebb. Aha. Érted? Mm-hmm. Magasabban van. Te hülye vagyok, hogy erre nem jöttem rá. Olyan primitívnek érzem magam. Ne felejtsd el, te egy analóg srác vagy már ebben a digitális világban, úgyhogy te ezeket nem tudod. Hát az ami egy bonyolultabb. Nem meg azzal lehet aztán egyetemre menni? Vagy... Hát 50 többletpontot lehet vele elérni. Aha. Jó, ezzel már engem is összezavarsz kicsit, mert fogalmam nincs, hogy működik a rendszer. Barbie, te mivel foglalkozol? Hát 11-es vagyok most jelenleg. Na ezt se tudom megszokni. Hogy nálunk volt 8 osztály, aztán volt 3. gimnazista, 4. De ez jó, mert nem kell külön általánosban, meg külön gimiben járni, ez ilyen együtt mentek tovább, ugye? És meddig számolod? 13-ig, 14-ig? És utána hova tovább? Hát egyetem vagy főiskola, nem tudom, ahol felveszni. Egyetem vagy főiskola. Hihetetlen. Hova tovább, mert nem tudjuk tartani lépést ezzel a világ. Nagyon jó. Nagyon. És ez mit jelent, hogy 11-es vagy, akkor hány éves vagy? Az harmadik gimnázium. Az harmadik gimnázium, mert ugye 12 osztály, és az a 8 plusz 4, és akkor így, ha 11-es, az nálunk még ugye harmadikos volt. Hát már aki ugye járt gimibe, de hát. Na, lányok, van rajtatok füles, adunk egyet, jó? Bújjatok össze, vagy így felezzétek el, vagy próbáljátok meghallgatni, bár szerintem kint is lehet majd hallani, hogy... Mit csinál Óven bácsi, Beru néni? Először ezt mutatjuk, figyeljetek. Vidéken van. Így van, bizony. Beru néninek fájt a feje, úgyhogy Óven bácsi kiment az ólba inkább. Vigasztalom. Igen, ott viszont nagyon... A kétségbe esett birkák pedig behúzódnak a sarokba, és sírnak. Hát megint! Ne bánts minket, Óven bácsi, ne bánts minket. Mutatjuk, lányok, hogy mit énekelnek, figyeljetek. Na. De könnyű! Hát ezt mindenki tudja. Miért még egyszer? Nem is éltek még akkor. Nem tudom. Még egyszer megmutassuk? Barbie, neked sincsen semmi? Nincs. Semmi? Tudom. Valaki a helyszínen tudja? Igen? Oda néz. Dileljünk megint, mint tegnap? Júj. Az hosszú lesz. Mutatunk még egy részletet. Jó, figyeljetek. Ne hosszabb a dzsül! Mi van? Ráborult a pultra? Ugyanazt a részletet kellett volna most megmutatni. Most tudom, a folytatást. Na, hát ez pont nincs benne. Igen, hát ez bármi lehet, ez bárminek a folytatása. Annyira jól tudod, Vivian, hogy ez egyáltalán nem így folytatódik. Nem igaz, hogy nem ismerik. Hát, biztos, hogy azért annyira nem öreg, mármint az előadó. Sőt. Barbie, neked valami? Nem tudom. Nem. Jó, hát akkor sajnos a bögrét ki kell, hogy vegyük. Jó? Jó. Kivettük? Állítólag mindenkinek odaadunk mindent. Ja, tényleg. Jó, most, de vegyük ki, igazad van. Legyünk kemények. Basszus, hagyja már békén ez a perverz állat, ezeket a szerencsétlen birkákat. Na lányok, egy utolsó esély, mutatjuk, jó? Figyeljetek. Figyelj. Nincs meg? Basszus, a Swing király. Azaz. Megmutatjuk, ez lett volna, figyeljetek. Robi egyik legjobb száma szerintem. Így van. A legjobb korszakából, ez egyik legjobb. Gergely Robi. Robi Williams, meg van lányok? Igen, most van meg. Na, hát mondanám, hogy ügyesek vagytok, de miért hazudnék ekkorát. Viszont adunk egy ajándékcsomagot, illetve kettőt pontosabban. Jó? János, te vagy a szállítmányozónk. Tessék, parancsoljatok. Nem mondom, hogy ügyesek voltatok, de... Csajok, mindenkinek adunk ajándékcsomagot. Jó? Köszi a játékot. Sziasztok. Köszi. Jó érettségét. Jó 12-en. Gyerekek. Egy jó kis Robbie Williams. Ez még a jó korszaka volt, nem? Ez a legjobb. Ez nagyon rendben volt. Itt igen. Még pop énekes volt. Most már ugye nem. Igen. Nem swing. 8 után meg is hallgathatnánk egy jó Robit, nem? Jó, menjünk hátra. De lassúzunk is hozzá. De megint. 6 perc, pontosan 8 óra jövünk azzal a játékkal. Nem mondd ki! Nem jönnek az SMS-ek, hogy mikor játszunk. Kérem szépen a ritmus szekciót mindenki készíts elő az agyában, mert hogy a hordós játékunkkal folytatjuk. 8 perc, ja nem, tudnom kéne számolni. Na, hogy baj legyen, na, nézzetek utána, 180, azt hiszem ennyi a pontos idő. Így van, 6 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Érzed, hogy egyre hírekebb a...
A bonyító farkasok szegények. És a sikításból egy ilyen segélykiáltást kezd lenni, mint tudod, amikor a Titanicnál még van valaki a vízben, és még néhányan ott kiabáltak, kitartás, zsákafehérváriak. Nem tehetünk erről, igazából pont arról beszélgetünk itt a stúdióban, hogy 5 vagy 6 éven keresztül szerencsénk volt. Igen. Az időjárással mindig, amikor elindultunk, jó idő volt, meleg volt, tényleg ilyen fiesta hangulatban, 25 fokban voltunk itt Fehérváron, számos más helyen is. Ez a hét, főleg a második fele kicsit durvább, de le a kalappal tényleg, hogy itt vagytok sapkába, sálba, kesztyűbe, kabátban. Hősök vagytok, komolyan. És ennyire bírjátok. Mondom, hogyha azt érzitek, hogy nagyon hideg van, gondoljatok a győriekre. Ja, ja, igen. Sokkal rosszabb lesz neki. Mindenféle hidegfronttal riogatnak bennünket, de a Morning Show hallgatói egy családot képezve összebújnak az üvegstúdió előtt, dacolnak széllel, viharral, és itt vannak. Nézd meg, mennyien vannak az üvegstúdió előtt. Látod? Hát, ha kinyitja a szemét. Jó felé nézze, fantasztikus Jani. Egyébként. Most azok kedvéért mondom, akik esetleg még nem próbálták és ki szeretnének melegedni, hogy itt a mellettünk lévő pici kis sátornál single buckle lehet fűrészelgetni. Gyakorlatilag egy hatalmas röngből kell fa karikákat, fa korongokat levágni. Az előbb beszéltem egyébként a 62 éves Itza mamával, aki a fiatalokat megszégyenítő lendületes sebességgel és tempóval szelt le egy korongot, amit mi is aláírtunk. Lehet követni a példáját. Egy mondom picit egyébként idejét. Át lehet... Mi, igen, mondom, megvan az ideje? Igen, 14 perc, 6 másodperc. Esküszöm, ő tényleg? Mondta. Komolyan, azt mondta, hogy csinál? Percig vágta, ott van. Bizonyám, így van, ott van. Ott van mögötted. 60, hello, 62 év, 14 perc, ennyi. Igen. Nekem 37 évesen lett volna 12. Igen. Balázs még mindig vágja azt a szeletet, amit elkezdett. Igen, nem volt egy túl jó. Nem volt egy túl jó. Na, hogy mi történik itt a helyszínen, gyorsan egy-két fontos dolog. Többek között ugye, ami az egyik legfontosabb, hogy 100 000 forintot nyer majd ma is valaki az adás végén. Ez nem kell más tenni, mint a lányokból kizsarolni, de nem kell persze őket nyilván zsarolni. Kérni tőlük regisztrációs kártyát, kitölteni, bedobni. Jó? Itt kell lenni a helyszínen majd 100 000 forint kézbe. Okosan. Megoldjuk. Tudjátok. Regisztráltál már? Hát persze. És tudsz maradni 10-ig? Sajnos nem. Ó, ez a kókos az nagy baj, volt. Az nagy baj. Ez így okos. Igen, fontos, ugye sokszor mondjuk, hogy csak az nyer, aki, nem, aki itt van. Is lehet, hogy ki, tíz előtt kihúzzuk, de csak annak adjuk oda, aki itt van. Ez a játék szabályzatában benne van, nem tudunk mit csinálni. Ki az, aki többször regisztrált, megpróbált okosba kicsit több kártyát bedobni? Hm? Ilyen becsületesek vagytok, hogy mindenki csak egyszer? De jó fejek vagytok. Persze, megy a kamu, mindenki bedobott 20-at, aztán majd nekünk kell átválogatni. Egyszer kell csak. Ez az, ami nagyon fontos. Az 500 000 forintot meg lehet majd nyerni, mondja Csabi, SMS-t kell küldeni, sorsolunk még jövő héten hétfőn 500 000 forintot. Úgy képet kaphatok az egészségi állapototokról. Tegnap Miskolcon több mint 5000-en, pontosan 5270-en éltek a lehetőséggel. Szerintem érdemes megpróbálni oda menni, az összes vizsgálatot végigcsinálni, amit csak lehet, ha másért nem, azért is, mert hogy az szélvédett hely. Aranyérszűrés van? Persze. Igen? Az volt az igen, első, igen, amit még megcsináltunk. Mindig, még mindig a helyem. Így van, még mindig ott állnak döbbent arccal az eredményeim előtt. És azt mondják, hogy fura, mert a fizikai törvények szerint ezt már húznod kéne magad után. Istenem, a srácban több arany van, mint a Yukonnál. Igen, igen, raboljuk el, és belezzük ki. Na, és többen kérdezik, hogy mi ez a szívhang, hogy ez miről is szól, csak egy-két mondatot, ha megengeditek. Megengeditek? Persze, parancsolj. Nincs is nagyon más választásod. Ugye ez a Magyar Nemzeti Szívalapítvány, ami tulajdonképpen a megelőzés fontosságára szereti felhívni a figyelmet, és ugye hát a szívbetegség az sok országban, Magyarországon is ugye az egyik vezető halálok, és ezért kezdeményezték ők ezt a szívhang adományozást, ami arról szól, hogy minél többen adományozzák a szívhangukat, ugye annál hangosabb dobbanással hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. És minden dobbanás, úgy csinálok, mint a tudnám, de olvasom, minden dobbanás egyébként konkrét támogatási forintot ér, tehát azért érdemes leadni a szívhangot, hát Feri szívhangja 1 millió forintot ért. Hát az oda lett téve tegnap. Adtál már dobban. Szívhangot ma? Még nem, de folyamatban. Nagyon helyes, hoztam neked egyet, tessék, látod, ugye? Egy ilyen kis nyugi szív. Igen. Mutasd meg, mert Balázs nem látom. Egy kis nyugi szív, igen, írtunk alá olyat is. Csajozik a krépét. Szívhangja május 19-én, ez egy nagy dobbanás, egy gyönyörű nagy dobbanás. Úgyhogy tessék szívhangot is adományozni, jó? Na, mindent elmondtunk, szerintem jöjjön az a játék, amit egy ország vár bár, és mindenki imádja. De előtte ott kérdezek valamit. Na. Ez a Me Monkey, ez ugye a te kérésed volt. Igen, picit, nagyon picit jó úgy volt. Érzem, mintha ez egy nagyon kellemetlen élmény lenne a múltból. Én is a majom, a majmom.
hogy a Csárdira emlékeztél ezzel a dallal. Csárdira a majobra, aki az utolsó egy évben megvert a nézettségi versenyben. Hát, figyelj, nézd, igazából azért ez nem tudom, kinek előny mennyi hátrány, tehát a Jakub Csakrik nem sikerült, a Liptainak nem sikerült, Konta Barbara, ugye Barbara Sóval nem sikerült. És aztán jött egy ember szabású. Egy ember szabású, Csárdi a majom adta a TV2 és Rob már vert. Banán tudott hámozni, fákról-fákról tudott ugrálni és megverni téged a nézettségi versenyben. Hát ez a három de dolog nem, összejött. Nem gyönyörű pálya, hogy majd ott fekszem a halálos ágyamon, ott érdel az kisunokám is, mondja, hogy mondd el, nagypapa, mi volt a legszebb élmény az életed? Én és azt mondom, képzeld, egyszer megvert egy majom egy éven keresztül. Hát ki tud ilyet elmesélni, érted? Hogy lenyomta egy majom. Elképzelem magam előtt, hogy a hanga majd jön oda, vezet egy kis csimpázt a sírhoz, aki ott ugrál oda, és letesz majd egy banánt a sírodra. És kiderül, hogy Charlie a majomnak valamilyen leszármazottja, tudod, az a majom, aki és a pisírá a sírra, ez lesz az utolsó. És még rápisil a síromra, igen. Jaj, hát nem tudjátok ti milyen egy majommal harcolni egyébként. Nem, hogy hála nem. Istennek. Hogy igen. Ne tudná. Igen. Na, dobolunk? Dobolhatunk. Hát gyerekek, doboljunk akkor egyet. Hello. Gyerekek, hát ez. Gyertek. A játék határok nélkül, az komolyan mondom, a kertben nincsen. Mi nagyon szeretjük ezt a dobolós játékot. Hú, tényleg hideg van, itt visszamegyek a stúdióba. Aha, csak majd én levezénylek. Na, hello, hogy hívnak? Szia, Orsi vagyok. Orsi, hello. Történelmi pillanat, mert az első fiú játékosunk a dobolásban, ha jól emlékszem. Mutatkozz be. Gergő. Hello, Gergő. Az első fiú, ugye? Igen, csak... tegnap két nő volt, és tegnap előtt is kettő. Itt vagyok előtted, hadd csak. Én csak alulról bámullak téged. Én a tömeg része vagyok. Nem, most fogok. Most fogsz, kíváncsi vagyok. De itt van... a másik oldalon esetleg van egy zenei előképzettség? Nem igazán. Semmi. Aha, jól van. Hát akkor... Volt már ugye klarinétosunk. Igen. Hárfás. Igen. Most viszont hál' Isten ebben a játékban két olyan ember játszik, akinek semmiféle zenei képzettsége nincs. Az jobb lesz hát, akkor. Ha egyébként korábban se derült ki. Tehát, hogy csak a saját elmondásukból tudtuk azt, hogy van valamiféle zenei előképzettség. Igen. A ritmusokból ez nem derült ki. Milyen zenét hallgatsz, Orsi? Bassz FM rádiót. Aha. Nem rossz. Nagyon helyes. Azokat a számokat ismerjük. Igen. De ezen kívül van valami, amit szeretsz, vagy amit hallgat? Hát, Mindenfélét. Aha. Jó. Oké. Okay. Te hallgatsz valamit, Gergő? Mindent. Mindenki hallgat mindent. Az elég széles merítés, nem? Na jól van. Oké, okay, ki kezdje? Kezdje Orsi, vagy kezdje Gergő? Hogy csináljuk? Gergő. Persze. Nem hallottunk még fiút dobolni. Igazából az elmúgy meg tökéletesen minden. Egyébként igen. Én nagyon szeretem ezt a játékot. Gergő, valaha fogtál már dobütőt a kezedbe? Egyszer. Mit csináltál? Nem mesél, de verekedtél, vagy bementél egy hangszerbolt, és valaki a kezedbe nyomta, vagy beültél egy dobfelszerelés mögé, és úgy? Igen. Komolyan? Látom, igen. Na, és akkor hogy ment? Szarul. Na, jó van. Az őszinteség. Ezt már szeretem. Na, jól van. Oké, okay, mutatjuk akkor, hogy mit kell először ledobolni. Hát én remélem a Garami ezt most nem vette túlságosan komolyan, egy zavarás miatt jó, van, hogy... Jó, oké, persze. Tényleg vastagabb az egyik? Mert nekem is az egyik. Gergő, ne válogassatok már. Ne vicceljetek már. Akkor cseréljetek, az egyik vastag, így van. És a melleknél se. Így van, a bal mindig kicsit kisebb. Bizony, tényleg. Így van ez, Orsi? Hát igen. Jó, na ez Gergő. Így. Jó, na mutatjuk, Gergő, figyelj, jó? Várjatok, Zsül. Na de most... Zsül a mi technikusunk, aki ott ül bent a budapesti stúdióban. Zsül, valami egyszerűbbet. Jó? Bármit. Hát ez egy második fordulós. De most komolyan jobban járnánk, hogyha valami olyan hangot adnánk, mint akkor a WC-re vár és dobol türelmetlenül. Na, valami Zsül, valami egyszerűbbet, jó? Figyelj, hallgatjuk. Sokkal egyszerűbb. Tényleg, kísértetése hasonlít az előzőre. Várjál, hallgatjuk még egy kicsit. Megvan? Oké, okay, Gergő? Próbáljuk. Hát, igen, jó. Így van, ne húzzuk az időt, hiteg van. Na, próbáld legalább nyomokba ledobolni azt, amit csináltuk a Gábor, jó? Ez nem, ha volt nem rossz. Lett volna előtte az, amihez hasonlítania kell, akkor nem lett volna rossz. Ennyi, Gergő, kidoboltál magadból mindent? Mindent. Hogy el a fáradt szegény. Igen. Na jó. Orsikám, neked is mutatunk egy részletet, vagy ilyenkor ugyanazt szoktuk? Mi van ilyenkor? Ugyanaz. Legyen ugyanaz. Legyen ugyanaz, jó? Figyelj, Orsi. Ez nem normális ez a Garami. Sosem volt. Na, aha, próbáld meg, jó? Valami hasonló.
Ez az! Jó ide, jó! Ez jó! Gyerekek, együtt egy dobbenőkezelést látunk szerintem végre! Kamuzak. A legnagyobb biztos, dobos. Hogy játszol valami, hogy hívják, mit tudom, White Cats, vagy valamilyen, nem tudom, valamilyen női csajbandába. Nagyon jól toltad. Anyukám dobolt egy ideig, úgyhogy lehet, hogy innen jönnek. Csak aztán megszabadult tőle anyukám. Gyerekek, az első játékos a héten, akinek legalább minimálisan hasonlított ahhoz, amit hallott, nem? Ez egy nagyon klassz dolog. Nagyon-nagyon ügyes vagy. Gergőkém, valahogy bele kell húznod, mert Orsi kiderült, hogy egészen jól dobol vagy, Orsiról okay. Kiderült. Jó? Megpróbáljuk a második fordulót? Persze, adjunk egy esélyt Gergőnek, vagy tök mindegy, Gergő, hogy érzed? Menjünk, persze, menjünk, jó? Persze. Jó. Na, ha ezt is hozza Orsi, akkor megnyerte a fordulót. Jó, figyelj, Gergő! Nyilván, ez egyre kellemetlen. Nyilván le lehet dobolni. Jó, ez nem annyira nehéz. Igen, ez már, most ez már a hajnal a kettőkor a szilveszteri bulin, amikor már csak egy apuka táncol a lányával, meg egy részek fekszik arccal a papírporra között. Na Gergő, nézzük, mire emlékszel. Hát, aha. Nem sokra, ahogy hallom. Megdíszítette a vége. Az igen, az huszáros volt. Egy döbbenetesen virtuóz volt a vége. Jó, hát megnézzük még a második fordulót, vagy adjunk ajándék csomagot. Nem, mert legyünk ferek, meg csináljunk úgy, mint hogyha. Ha ez még egy valódi verseny lenne. Oké, Orsi, figyelj, meghallgatod akkor még egyszer, jó? Nem hallod? Várj, adunk rá egy kis hangot. Aha, nem hallottad? Nem hallottam. Na jó, megmutatjuk még egyszer, jó? Az elejét felejtsétek el, utána egyszerűvé válik a ritmus. Jó? Várj, kapsz egy fülest, figyelj. Na, mehetünk, Zsül. Figyelj, Orsi. Te primitív. Úristen. Jó, ez hozható. Ne várjunk sokat, nehogy elmúljon most az, ami a fejedben van. Oké, okay, mehetünk? Na, mehetünk. Hát még ez hasonlít a legjobb. Jó, várj, hagyd abba! Ez hasonlított a legjobban. Ez az! Nem? Szép volt, Orsi! Óriási gyakorlatilag! Mi szóló? Hihetetlen! Gergő, el kell ismerni, hogy ez egy Orsi penge volt. Gergő, hát nálad nem volt nehéz jobbnak lenni azért? Jó, hát én egy picit próbáltam meg úgy intézni a dolgokat, hogy jó kedvűen menjen el, a lehetőség megyek a helyzethez képest, de... Jó, hát legyünk őszintén, szóval, hogy nem kellett nagyot ugrani, de ügyes voltál. De azért valljuk be őszintén, hogy a Garami két véglet között mozog. Az egyik az, amikor a világ legjobb jazzdobos, aki Billy Cobham-ként tol egy olyan szólót, hogy egyszerűen követhetetlen, a másik pillanatban meg egy ilyen szélütött, lakodalmas rockzenészként. Orsikám, hozunk ajándékcsomagokat nektek, jó? Sok szeretettel. Jó, köszönöm szépen. Ügyes voltál, látod, hogy azért apád dobolt, és ennek valami kis vér csörged ez az erejében, ami átörökítette ezt az anyagot. Orsi, miközben Balázs beszél, lehelt léci. Kicsit alul öltöztem ezt a dolgot, egy rövidújú pólóban, meg egy kis csekivel. Gratulálunk nektek, ügyesek voltatok, kaptok ajándékcsomagot, jó? Gergőkém, hát hagyd a dobolást. Van hova fejlődni, tudod, hogyan jutok el a zeneakadémiára, gyakorolni. Igen. És a igazdíjként még Gergő, fogyaszthatsz ebből a füstölt marhahúsos sóletből a hordóban. Igen. Nem csináljuk azt, hogy miután lement a dobolás, fát rakunk a hordóba és tüzet gyújtunk. De jó! Harlem! Tehát lenne egy ilyen, tudod, egy ilyen... Amint a Harlemben, ugye, hogy állnak a hordó körül, leveszük a tetét, rakunk bele fát, egy ilyen kis briket gyújtóval begyújtunk alá, és mindenki körül állja a hordót. Jó, nem? De akkor Győrbe már hívjuk el a kártelt is. Igen, tényleg. Na jó, van, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Nyíregyházáról jöttem, itt állok Veszprémben reggel 6 óra óta, mikor kezdtek, kicsit fázom. Ajrá, várjál, odaérünk hamarosan. Ezt Kazi küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-ason a 42-es kilométernél van egy trafink, ez ebben a pillanatban jött, illetve van egy baleset a Tököli és a Szabó József utca kereszteződésében, torlódás várható, mert hogy két autó ütközött, ezt Perec küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyorsforgalmin alakul a dugó mindkét irányból, mert hogy hibás műszaki kamion vesztegel az egyik sávban. Black Reni küldte nekünk, és az M0-as M5-ös lehajtójánál Sziget-Szent Miklós felé van egy koccanásos baleset, és hát emiatt ott is alakul a dugó. Orsi ügyes volt! Nagyon. Hát hiába az apai vér, ugye, amikor még anya hasán dobolt. Igen, de tényleg egyébként ügyesen csinálta. Hihetetlen jó ritmus érzéke volt.
Igen, na hogy állunk ebben a single back-kal? Mennyi az időnk, amit itt a hallgatók majd megdönthetnek? Mi volt az, amit mi tegnap csináltunk? Hány mi perc csak befejeztük. Alatt? Mi csak befejeztük? Tehát, hogy elkezdték helyettünk, akkor tolták. Ugye azt mondja, hogy Viki volt az egyik, rá kifejezetten emlékszem. A másik pedig Csilla volt? Így van. Igen, azt hiszem. Így van, hát velük fordítva játszottunk, 59 másodpercet kapott mindenki, és akkor, hogy mennyit bír elfűrészelni, a végét te fejezted be. Ilyen egy perc körül időnk van, egy perc néhány másodperc, amit férfiak állítottak be. Hogy közül, akik ugye fűrészelnek, a legjobb időt alatt far rönköt lefűrészelt ember, az kap egy nagyon szép ajándékot, ugye? Így is, van egy motoros fűrészt, a Stihl fűrészt, ami MS 170-es? 170-es. Nem, tehát Morning Show 170. Igen, én meg a 165-ös így lenne az, igen, de így, hogy 170-es. Ez azért nem semmi. Még a 130-asra, az is nagyon jó. ez a mostani, ez már. Fia, 170-es, hát megőrülsz. Mm. Na jó van. Győrben hol leszünk, Petya Gázos? Hát nagyon jó kérdés. Amerre fúj bennünket a szél majd tulajdonképpen. Elvileg ugye a Városháza tér? Megyeháza tér. Ott vagyunk. Ha nagyon nagy szél van, vagy ha nagyon nagy vihar van, amivel ijeszgetnek bennünket, némi változás még beállhat, de akkor úgyis kiteszünk a Morning Show oldalára, a Klassz FM oldalára, lehet, hogy egy kicsit, hát hogy is mondjam, csendesebb helyre vonulunk. Nem is az üvegstúdió miatt, tehát hogy ez kibírja, hanem ez a sátor, ami itt biztosítja a technikát, ez úgy hús! 100 km fölött lehet, hogy elszáll, úgyhogy lehet, hogy lesz egy kis helyszínváltozás. Ferinteszteljük majd este a vihart. Ha engem elvisz, akkor elviszi a stúdiót is. Kiállítunk téged, ha a fejed egy kicsit egy méterre kibillen, akkor az már komoly cél. De mindenféleképpen oda jöjjetek a helyszínre Győrben is, igen. És ha mi nem ott vagyunk, akkor egy hostest oda kötözünk egy fához. Így van. Jó, és ő fogja megmondani. De hát, hogy hol vagyunk. Igen, csak azt fogja kiabálni a szélben, hogy merre vagyunk. Egyelőre tehát az eredeti helyszín van, aztán holnap reggel meglátjuk, hogy mit hoz az a hidegfront, ami még egyébként ide se ér, csak mondom, hogy ez még csak este ez nem jön. Az. Tehát amit most éreztek, ez nem hidegfront. Amit most éreztek, ez az nem a hideg. Igen. 8:30 pontosan, egy perccel jövünk a hármas ugrással a hírek után. 3:49 lesz. 2 perc múlva! Hello! Drága fehérváriak, még mindig itt vagyunk. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Hideg van, szél van. Igen, tudjuk, kitartás tényleg. Hát 6 év után egyszer belenyúltunk mi is a jó időbe, de még mindig tök jó, hogy ennyien vagyunk. Itt az üvegstúdió előtt, ugye a jól megszokott helyszínen, ha valaki most indulna esetleg, piactér, hát éveken keresztül, ha jöttünk Fehérvárra, mindig ide jöttünk, úgyhogy könnyű minket megtalálni, buszpályaudvar másik oldalán, vagy a pláza másik oldalán, a gyorsétterem mellett állítottuk föl az üvegstúdiónkat. És itt vagyunk. Hoztunk egy csomó meglepetést nektek, ugye van még a 100 000 forintunk, azt 10 óra előtt sorsoljunk, tessék regisztrálni, minden ember egyet tud regisztrálni, de nem csak mi hoztunk meglepít, hanem mi is kaptunk, gyerekek, fogadjátok szeretettel az én kis barátaimtól, a kis aranyos lámpás 92 alapítványtól, ezeket ők csinálják, hát ők egy picit enyhén értelmi fogyatékos fiatalok, akik lábra álltak, és azt mondták, hogy ők nem szorulnak rá semmilyen segítségre, hanem önellátók, és ilyen dolgokat csinál. Ezeket lehet kapni, úgyhogy ezt kapjátok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És majd az 1%-os adónál gondoljatok rájuk. Így van. De mit keres a képen a fiatal Boros Lajos? Az én vagyok, te személyét. Igen. Első ajándék. Második ajándék. Tadadadá! Hoppá! Odadé! Négy színű toll! Megőrülök a négy színű toll! Jézus Mária! Hogy néztem erre akkor, és most így újra élőben megfogni, te jó Isten! De durva. Igen, a kék, nem is ez 5 színű, várjál. Fekete, zöld, piros, kék. Ezzel már egy továbbfejlesztett, a 2.0-as változat. 4. Ja, nem, 4. 4. Mi körbe kellett számolom, hogy 1, 2, 3. Segítsen már valaki. A vetkőzős a Janié. Jó, a vetkőzős a Janié. Vetkőzős toll, de igazi? Nem, hát nem vetkőzős, valami kis piros megy benne ott. Aha. Figyelj, hogy elképesztő egyébként a fehérváriak mennyire adakozóak, van, aki ajándékokat hozott, van, aki GPS hozott neked, láttad egyébként? Láttam, megnézted? Egyébként most beszéltem az úrral, és nagyon-nagyon köszönöm. Már azzal, aki hozta, nem a jóisten. Milyen GPS? Igen, van, aki Morning Show tortát hozta, nagyon-nagyon drágák vagytok, tényleg köszönjük szépen az ajándékokat, megkaptuk, úgyhogy drágák vagytok. Gyorsan egy-két közlekedés, mert hogy van aktualitás a dolognak, M7-esen kifelé a Török-Bálinti lehajtó előtt 2 kocsi összeütközött, emiatt lassul a forgalom. Teljes az útzár Tápióság és Tápiószecső között, mert egy személyautó mikrobusszal ütközött. A rendőrök mindkét irányból Nagykáta felé terelik a forgalmat. Ki van itt? Hello! Hello! Conchita? Igen, Conchita. Egy kicsit lecsúsztad a hasonlás versenyt, de hétfőn kellett volna jönni. Csak utol értél minket. Igen, de nagyon jó, nagyon jó. Mennyit csináltad? Hát 2 órát szenvedtem vele. Tényleg? Hogy Conchita legyél? Igen, néztem egy képet,
és próbáltam. Miből van? A szakál az egy... Én is arra gondoltam. ...tétából. Igen, amivel szoktak rajzolni a gyerekeket, vasagni. És magadnak csináltad, vagy valaki megcsinálta neked? Magadnak csináltad. Figyelj, nagyon jó. Tök kompatibilis vagy egyébként, a haj is tök jó. Köszönöm. Teljesen rendben van. Mindjárt bemelegszem. Igen. Hát Conchitánál ugye nem ennyire egyértelműek a jelek, hogy igen, ő egy lány vagy hát fiú. Hát Conchita azt mondja, tudod, hogy ha nem tetszik a szakállam, akkor kap be a tököm. Vagy ha nem tetszik, igen, ha nem tetszik, hogy nő vagyok, akkor kap be a tököm, tudod. Ez már kering az interneten, ez egy nagyon klassz kis dolog. Nézted az Eurovíziót egyébként? Nem nézted? Nem, utólag értesültem róla. Uh-huh. És mondták egyébként, hogy hasonlítok rá, úgyhogy azért gondoltam, hogy megpróbálom itt, hogy itt vagytok már Fehérváron. Tényleg, tehát ez a hosszú haj. Csak fölül hasonlítasz rá, ugye? Nyugtass meg minket, jól van. Igen. Tehát wurst nincsen. Igen, nincs. Wurst, az lehet a wurst, egy hatalmas szafaládé. Nyugtass meg, hogy wurst nincsen. Mi a kereszteved egyébként? Enikő. Enikő, látom, hogy közben töltöttél regisztrációs kártyát? Igen, töltöttem. Jó, mert hogy 100 000 forintot nyer nem sokára valaki, úgyhogy jól tetted. Hihetetlen, hogy mit ki nem találnak már csak azért, hogy melegedhessenek egy kicsit. Igen, mindenki valahogy ide az üvegstúdióba akar bekerülni, de megértem egyébként, mert itt jó idő van. Volt, aki így meg akart csókolni? De hogy csak így végre. Nem, még nem. Szecsődi kacs. Gyerekek, a szakállas nő, ez egy létező karakter egyébként. Igen, régen a cirkuszokban előfordultak, igen, a freak showban. És tök komolyan mondom, hogy vannak, akik így élnek, és ez a fajta identitás van bennük, hogy nő, de közben hordja a szakállát, de férfi, tehát hogy van azért itt egyfajta. Nekem volt egy ilyen rokonom egészen konkrétan, de nem szeretik róla. Különösebben nyilatkozni, neki is volt egy pici, de nagyon kedves hölgy volt. Gyerekek, csak mondom, hogy az osztrák miniszterelnök, vagy azt hiszem talán, igen, az osztrák elnök fotózkodott vele. Tehát, hogy azért ott mennyire liberális gondolkodásúak, ugye? Uh-huh. Itt a közszolgálat még be sem mondta nagyon a nevét, de hogy ott közben megfotózkodott vele az elnök, és azt mondta, hogy az európai nézők jelesre vizsgáztak. A sajtó kevésbé, de az európai szavazók azok jelesre vizsgáztak. Uh-huh. Jörg Haider, nyugodjon békében, valószínűleg nem fotózkodott volna. Ő fordult most egyet oda lent. Szerintem ez egy nagy dolog. Jól van, elveszük a szavazólapot, jó drága, vagy hogy kijöttél, köszönjük szépen. Ja, még ki se töltötted, akkor nem vesszük el, mert az őre szavazólap az nem annyira jó. Jó, dob be a ládában, jó? Köszi, hogy jöttél. Ez lejön valamivel, vagy most már ez így lesz egy darabig? Lejön. Kicsit tetszik ez neked, hogy te most szakállat hordasz? Komolyan, nekem tetszik. Én látom ezt rajtad. Volt egy ilyen érzés, hogy neked ez kicsit bejön, hogy te most nem biztos, hogy ez azonnal le akarod mosni, nem? Ugye? Tetszik neki, hogy szakállal van. Iskolás vagy még, vagy már munkahelyed van? Igen, főiskolára járok. De jó. És így mész ma be? Be is fogok menni, igen, és szerintem ott fogom majd lemosni csak. Az menő. De jó. Szerintem tetováltas rá. Legyen. Maradjon meg. Igen. Jó van. Köszi, hogy itt voltál. Köszönjük. Ciao. Köszönjük. Hello. Mit akartál mondani? Conchita. Hogy? Ezt. Hogy egy ajándékcsomagot, nem? Hát, és mi van? Mit tart vissza? Mit? Conchita! Conchita, remegyen egy ajándékcsomagot azért... adunk neked. Jó? Igen. Milyen jó lett volna a hétfőjön, mert akkor ő lett volna a legjobb Conchita hasonmásunk egyébként. Igen. Hétfőn Debrecenben, hát, ha előbb érkezik, akkor ő nyerte volna a tabletet. Tökéletes. Igen. Tökéletes. Volt vajon este főiskolás buli? Tehát ivott valamit, vagy így magától? Nem. Szerintetek? Aha. De tök jó arc, magától szerintem, igen. Na jól van, itt vannak a játékosaink, hármas ugrás, játsszuk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, reggel. Hello. Sziasztok. Hello, lányok. Hú, ti is nagyon fáztok, szegények. Nagyon. Mióta vagytok itt? Hát, kezdés előtt. 3:46. 3:46 óta itt áldogáltok kint. Mennyire lelkesek a fehérváriak, de helyesek vagytok. Kit hogy hívnak? Zizi vagyok. Zizi? Kriszti. Zizi. Zizi és Kriszti. Nagyon sok vagytok, és miért jöttetek ketten? Egyikötök a Real, a másik a Humán? Nem, mind a kettő nagyon fázik. Igen. Azt mondták, itt van fűtés, úgyhogy... Na, és milyen itt állunk? Nagyon jó idő van. Nyugodtan, egy picit melegedjetek, itt azért jobb idő van. Oké, Jani, milyenek a kérdések? Fogalmam sincs, mert már a hétvégén átküldtem. Ja, hogy előre küldted, jó, nem baj. Már rájuk nézek, jó? Nem baj, ha néha lelkiismeretes vagyok. Az sosem baj, hát ezért szeretlek, mert... Na. Az egyik a hiányod, vagy hátrányod a felkészültség. Mit látsz? Figyeljetek, gyakorlatilag azt látom, hogy a harmadik egy legendás kérdés, mert hogy már egy hete vagy két hete tologatom, és az nem biztos, hogy menni fog, de az első kettő szerintem simán. Tudnotok kell. Mehetünk, lányok? Aki tudjátok nyitni a szátokat. Mehetünk? Mehetünk. Na figyeljetek, mi a hagyományos marcipán fő alapanyaga? Mandula. Így van, lányok! Kiváló! Lányok! Hát... Hasítotok. Marcipánlikört, nagyon finom. Mondja, Zizi? Marcipánlikört ittam egyik nap, nagyon finom. Marcipánlikör, igazi mandulából, igen, tényleg? Igen. Ferenc, hát te vagy a
likörökben nem annyira. A likörben nem annyira. De ez jó, régen. Csajos. Van még egy tojás likör? Ez persze, van? Azt van. Mindig csinálják karácsonyra otthon, aztán pedig az egész család megy a kórházba. Az kellemes egyébként. Mi arra jártunk rá gyerekként, mert azt ihattunk, és mindig megkóstoltuk a bátyám, és mindig jó berúgtunk tőle. De jó finom. Is. Jó íze volt. Családi idill. Ugye, napám. Apám megvert, mi a tesóval berúgtunk, anyám lent csavargott az utcán. Mehetünk tovább? Mehetünk. Milyen jármű a híres francia TGV, szól a második kérdés. TGV, vonat. Nagyon jó! Gyönyörű. Krista, mi? Neked TGV, nekem csak TGV. És nem tudom, ismeritek a híres francia színészt, Jean Depardieu. Louis de Funès. Oké, na jól van. Mehetünk tovább? Igen. Harmadik kérdés, ezt a Jani tologatja egy ideje. Akkor is neki vágjunk? Persze. Igen? Így szól a harmadik kérdés. Milyen néven vált világhívű sportolóvá Cassius Clay? Úristen. Cassius Clay. Neki lett egy új neve, mégpedig azért, mert... Nem baj, ha nem mondod el a kérdést. Nem baj, ha nem sugunk. Rogán Antal hasonmásít az elsősorban, sugni próbál. Tehát Cassius Clay. És hogy milyen néven vált híresség? Igen. Egy sztorit véle kapcsolatóig elmondanék, de nem mondom. Mert meggondolta magam. Tőle? Még egyszer? Rally. Hát ugye, majdnem jó egyébként, mert ügyesen elrejtetted a megfejtést, ebben igen, az igen. Egyébként ide nem kapcsolódó kérdés. Értem, hogy megpróbálsz szájról olvasni, ez nekem is tetszik, nem rossz egyébként, ha az R-t lehagyod, akkor még jó is lehet a végén. Ali. Milyen Ali? Milyen Ali? Ali G. Nem rossz! Oha, nem rossz! Ali G. Jó, az Alit elfogadjuk. Mohamed Ali vagy Mohamed Ali. Igen. Cassius Clay-nek hívják egyébként. Ő ugye muszlim lett, és ezért egy olyan nevet választott magának, ami egy picit jobban passzolt ez a dologhoz. De. Egyébként ezért ő nem vonult be Vietnambe, és elvették emiatt az olimpiai bajnoki címét is. Ha többet akartok róla tudni, egyébként... akkor olvassátok el Cassius Clay önéletrajzi könyvét, amiből János fejből idéz. Itt a végéig. Jó, tudjátok, hogy ki ő Muhammad Ali, ugye megvan, hogy azért így ki ő. Így van, egy híres öttusázó. Oké, okay. Lányok, egy-egy ajándékcsomag, jó? Köszönjük szépen. Ügyesek voltatok, átmelegedtetek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ciao, ügyesek voltatok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, a hihetetlenes döbbenetes és felülmúltatlan fűrészelős játékunk még hátra van! Önként jelentkezőket kérünk, megyünk nem sokára fűrészelni, 6 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. Valamit, nem volt hosszú. Valamidet letépték, Feri. Megharaptak, Feri, vagy mi van? Kiharaptak egy darabot a balcombotból. Még maradt így is. Olyan ordítás volt. Hol vagy? Itt vagyok, kérlek szépen, a Stílenakt. Hogy van ez? Szevasztok, hello. Azt mondtátok, hogy fűrészeljünk. Nem sokára, igen, hát várjál, még annyi minden infónk van. Már mennél fűrészelni. Mi meghallod ezt a szót, hogy fűrészelés. Én szeretem a fűrészelést, gyerekek. Legyen az akármilyen. 9 óra múlt 9 perccel Piac tér, Székesérvár. Ez a Morning Show nagyországjáró turnéjának harmadik állomása. Rengetegen van, aki... idézőjelesen, inkább téli jelen pillanatban. Rengetegen vagytok itt az üvegstúdió előtt, hálásak vagyunk tényleg a székesfehérváriak, a leakalap előtt. A fehérváriak hősök. Leakalappal tényleg, tehát esik, fúj, ónos eső, havas eső, köcitálás, jégeső és mindenféle természeti csapás közepette áldogálnak, itt vannak, sokan vannak, és kijöttek bennünket megnézni. Nagyon lelkesek, nagyon aranyosak, igen. Viszont egy dologban még mindenképpen elmaradnak a miskolciak mögött még csak. De ez is szép szám, azért 300 darab szívdobbanás, kicsit sokat voltam kéne hidegben, tehát 300 darab szívdobbanás sikerült még összeszedni, ez még lehet sokkal, de sokkal több, hogyha meglátogatjátok azt a kis sátrat ott, azt már elmondtuk egyébként, hogy majd ez az összes szívdobbanás majd összeadódik egyetlen országos szívdobbanássá, úgyhogy menjetek, ti is adjátok le a dobbanásotokat. Ha lehet ilyen hülyeséget mondani. De hát egyébként lehet. Olyan furán hangzik. Furán hangzik, hogy adj le egy dobbantást, igen, de, vagy dobbanás, de le lehet. Sőt, van egy kamion is ott, pedig mindenféle klassz kis dolgot el lehet végeztetni magatokon. Budapesten a Budakeszi út tetején a Szépjuhászni utca kereszteződésében baleset történt. Többen kérdeztétek, hogy miért hosszú a torlódás. Hát emiatt, ezt Ciló küldte el nekünk. M5-ös, 67-es kilométerénél levő terelésnél Pest felé Méricskél a szerv, a mellette lévő parkolóban kb. 20 rendőr van, ezt Marcello küldte nekünk. M5-ös, 67-es kilométernél, igen, ezt mondtam, Tápió Szecső és Tápióság között a Sági úton baleset miatt útzár van, aki tud kerüljön, ezt pedig Balázs küldte nekünk.
Bárhányszor mondjátok ki, hogy elmegyünk fűrészelni, nekem mindig felmegy a libidóm. Na ugye? Igen, írja egy hallgató. Jani, ha ma mentek lépénybe, előtte nézzétek meg a Mosó-Szent Miklósi templomot is. Aha, igyekszünk. Mosó-Szent Miklósi templom, nézd meg. Ugye Barázsnak van egy fuvarja, ezt még a múlt héten ígérte meg, ő ugye azt mondta, hogy nagyon szívesen elvisz engem lépénybe, hogy megnézzem. Ott azt a gyönyörű szép románkori templom. Igen, te az. De ez, sajnálom, nem, hogy nem érek rá. Nem az a Balázs, nem az a Balázs, ez a Balázs. De jó lesz. Én tettem egy ilyen ígéretet. Én megkérem majd az Annát, hogy az archívból keresse már elő ezt a felvételt, igen, hogy bizonyíték erővel meg tudjam hallgatni, de egyébként... És mit csinálok, amíg te botorkálsz a romok között? Addig én ott áldogálok majd. Hát feltekered a kocsi fűtését, és megpróbálsz túlélni. De tényleg emlékszem, megígértem neked, igen. Úgyis jó, előtte vissza kell ugranom Pestre, és utána megyünk? Ne, csináld azt, hogy vigyél le, utána ugorj vissza Pestre, és aztán gyere, értem. Ez jó. Nekem igaz, csak egy fél órás dolgom van. Így van, nagyon jó. Az odaút, ez mennyi, mondjuk másfél óra vissza, az három, fél óra mondjuk még iszol egy kellett, 4 óra múlva találkozunk a templomnál. Addig botorkáljál ott szépen nyugodtan. Gyerekek, ha a nagymamám nem borotválkozna, már 20 éve Conchita lenne, írja egy. Egyébként így van. Írja nekünk egy másik hallgató. Fiúk, nagyon szerettem volna elmenni hozzátok Fehérvárra, de sajnos dolgoznom kell, nagyon szomorú vagyok, de az vigasztal, hogy azért hallgathatlak titeket a rádióban, és mint tudjátok, a munka nem esít, jók vagytok, ezt Magdi küldte nekünk. A főnököm beszél hozzám, de nem fogom fel, hogy mit, csak a testem dolgozik, lelkileg ott vagyok veletek Fehérváron, ezt pedig Csabi küldte. Köszi, Csabi. Hát milyen rendesek a mi hallgatóink. Na, szerintem még egy kis idő van, hogy leadjatok regisztrációs lapokat, jó? Minden helyszínen 100 000 forint, aki nem tette, tegye meg. Nagyon fontos. Jó? Nagyon fontos, ne szorongassátok, adjátok le, és nem sokára sorsolunk majd valakit, aki 100 000 forintot nyer. Kapunk olyan SMS-eket, hogy itt vagyunk sok felkiáltó jellel. Hol? Ez uh-huh. Kinek szól, hol vagytok és miért vagytok itt, nem? Már hogy azon kívül, hogy hozzánk jöttetek. Na, fűrészelünk, Feri? Lánnyal akarsz fűrészelni, vagy fiúval? Hát. Mi volt tegnap, hogy mindig egyenlő legyen az ivararányára, törekedjünk? Hát tegnap 2 lány plusz te meg a Jani. Hát így voltunk, tehát 2 fiú, aha, 2 lány. Mindjárt. Várjatok, átkeverekednem magam. Arra itt többen azt mondják, hogy 4 lány volt akkor, és ez volt a felállás. Nem, azt hiszem, tegnap volt 2 csaj, nem? 2 csaj, meg ti ketten, ezért mondták, hogy 4 lány. Igen, hát akkor ma legyenek megint fiúk, nem? Legyenek fiúk? Vagy legyen 1 fiú, bocsánat, át kell mennünk a tömegen. Legyen 1 fiú, és egy nagyon erős lány. Engedjétek őket. Engedjétek a forgácsot. Jaj, de jó, hát megint itt vagyunk ebben a kis sátorban. Szerintem pasi legyen, nem? 2 pasi legyen most megint. Pasi. Szerintem igen. Rohadj meg, Balázs, megölünk! Lerugom a mesét! Legyen 2 pasi, most legyen. Pasi úgy, legyen. Nagyon kemény vagy ma. Muszáj, gyerekek, ez egy férfias dolog, hát a lányok azok most tényleg főzzenek valamit, nem? Így van. Hozzanak nekünk valamit. Egy vessék be az ágyat, akármi. Jó, holnap lesz 2 csaj, legyen 2 pasi. Jó? De egyébként látszik, hogy kicsit kellemetlebb az idő, mint Debrecen meg Miskolca, mert hogy sokkal jobban fogy a fa. Tényleg egyébként mindenki hűrészelni akar. Valahol. Pasi? Választasz? Válasszál. Egyes számú pasi, gyere. Gyere, pasi. Hello. Hogy hívna? Szabolcs. Szabolcs, hello. Szabolcs. Csináltál már valaha ilyet, Szabolcs? Életemben nem láttam még fát se. Városi gyerek. Életemben sem láttam még fát sem, mondja Szabolcs. Jó, ki legyen az ellenfél, Feri, válasz még valakit, jó? Megint én. Rád bízom, persze. Gyere. Tessék, szevasz, a te neved? Peti. Peti, te is városi gyerek vagy, vagy te azért már voltál erdőben? Én voltam erdőben, Peti vagyok Cecéről. Világos, ez az. Voltam erre, Peti vagyok Cecéről. Igen. Jó, ki kezdje? Szabolcs, akarod kezdeni? Mit kell csinálni? Mit kell csinálni? Ez egy jó kérdés, mert ezt még nem tudtuk megfejteni igazából, hogy mi a helyes technika. Tulajdonképpen ez a Single Buck nevezetű verseny, aminek a világrekordja ugye 7 vagy 8 másodperc körül van, ugye? 9. Jó, kicsit kevesebbet mondok, hogy mégis nagyobban. Szóval 9 másodperc, ami felfoghatatlan. Ami azt jelenti, hogy ezt a rönköt 9 másodperc alatt lefűrészelik a fáról. Bizony. Ugye egy ilyen kerek dolgot kell elképzelni, mint amikor kivágják a fát, ott van magának a fának a törzse, és az abból kell levágni egy ilyen kis karéjjal tulajdonképpen. Így van, ugye? De egyébként ez az időeredmény, ez teljesen értelmezhetetlen, ott vagy arról volt szó, hogy több 100 000 forint volt, vagy esetleg dollár volt a nyeremény, vagy pedig ott éppen pusztított a rotavírus, és nagyon kellett sietnie valahova. Az illetőnek egyszerűen felfogadatlan, hogy ennyi idő alatt hogy lehet levágni. Nem tudom, szerintem csalnak, nem lehet, hogy valahol be van vágva valami, tehát ilyen ufók, akik 9 másodperc alatt csinálják. Mennyi a rekord? Tudom, hogy te mondtad, magyar időben mennyit tartasz?
Hát én nem én tartom a magyar időben, hanem a csapattársam Juhász István, tehát ő fog most a Budai Várba is versenyezni, ő a magyar bajnok. Ő neki ilyen 14 és 15 másodperceket húz. És mit teszik? Ne robolt napozimmal? Vagy... 14 másodperc. 14 másodperc, az hogy? Na jó, megnézzük, jó? Kezded akkor, Szabolcs? Persze, gyere, Szabi. Látom, kell csinálnom. Mondjad? Átadom a kollégának, legalább látom, hogy mit kell csinálni. De puha! Jösszem őre! Ki van gyúrva? Taktikus! Ki van gyúrva, öreg? Jó, gyerekek, azért ne esetek egymásnak. Jó, kezdte, persze. Mennyi a legjobb időn, keddig? Mennyi a legjobb időn? 48 másodperc. Nagyon komoly. 48 másodperc. Hogy hívják a vállalkozó kedves fiatal embert? Peti vagyok, Cecéről. Peti Cecéről. Peti, te nagyon elszánsz, hogy mi kicsit arrébb állunk, mert van az a fajta fűrészelési sebesség, ami annyira durva, hogy kijön a fűrész, és ott viszont lábak hullanak. Igen, úgyhogy... valakit lekönyökölsz magad mögött. Igen. Na, oda nézzetek, közben van egy szakszerű elmagyarázás. Ez a helyes technika. Nézd meg, így kell csinálni, látod? Így, szépen, hosszan, egyenesen húzod a fűrészt, eddig megy. Igen. És hogyha nagyon jól megy, utána egy szociális program keretében lehet nyugdíjasokhoz menni, összevágni a téli tüzelőt. Na, Szabolcs, figyelj. Az a lényeg még ebben, hogy próbáljad meg vonalba húzni, síkba húzni, hogy ne billegjen a fűrész. Mert ha nagyon megbillented, akkor elakad rögtön. Na, hát ebből nem fog menni semmi, ezt mi is hallottuk ezt az itinert, ugye? Még talán a Janinak ment egyébként a legjobban közülünk. Várjál! Azonnal jóvás! Indítjuk az órát, jó? És akkor 3-2-1 mehet. 40... Rajta! 48 volt. 48! A legjobb idő. Szabika! Hát Szabikának elakadni látszik a fűrész. Nem rossz! De nem is jó, Feri. Az is igaz. Gázkonvektor van otthon? Na, most vagyunk ott, ahol a világbajnok már levágta, igen, ugye? Igen, nem, már lezuhanyzott. már elment engevédelni és lezuhanyzott. Figyelj, nem egyszerű egyébként nem. A történet, tehát ugye azt tezzük hozzá, hogy rutintalanul ennek a dolognak nekifutni nem egyszerű. Rákapott az ízére, igen, érzem. Szabolcs nagyon beindult. Most tart körülbelül a felénél. De tegnap a lányjátékosoink is ügyesek voltak, így nem? Van. Ugye? Hoppá, kicsit... Igen, nem. Kiugrott a fűrész. Egy picit levált egy darab a tért kalácsból. Ne törődj vele, vágd tovább, majd elkötjük. Nem fogsz elvérezni, vannak embereink, akik vigyáznak rád. Mennyi az idő, mennyinél vagyunk? 46. Ja, hát csúcs már nem lesz, de az már minden. Nem. Addig hajtogatok egy origami papírcsákot. Vagy kifarasz, milyen fog piszkálod. Nagyon ügyes Szabolcs, gyerekek, jó. Jól csinálja. Ki csinálta 46-ot? Hol? Debreceni vagy Miskolci? Ki csinált 46-ot? Debrecenben? 46-ot csinálta. 46-ot. Ez az! Mennyi volt az idő? Szabolcs, egy perc. Melós. Melós, ugye? Nagyon könnyen ment. Ugye? Igen. Tulajdonképpen az a dolog, ami baromi egyszerűnek néz ki, és amikor megfogod ezt a körülbelül másfél méter hosszú hajszálvékony fűrészlapot, és elkezdesz belekapaszkodni, hát igazából ott jön rá az ember, hogy baromi nehéz. Mennyi lehet? Egy perc öt. Na, gyerekek, Szabi, szép egy perc öt, nagyon jó. Jöjjön Peti Cecéről. Peti jön Cecéről, így van, Peti, tedd oda magad, nagyon-nagyon az. Villantottál az elején. Oda néz, befújják neked, hogy rajta legyen a szponzornak a logója. Nézd meg! Azt a mindenit, hogy befújta. Na, megfordítottad a baseball sapkát? Hát, a segít? Olyan, mint egy gép, mint egy kamion. Tudom, átford, igen. Ez egy másik univerzum, mint a Stallone-nak. Igen, ha átfordítod a baseball sapkát, ismerem, túl a csúcsod, nagyon jó fű. Viszont mindenki egyre vidámabb a spréhajtógázának a beszipákolása után. Még egy slukkot, nem? Kicsit felmelegszünk. Petikén, te mivel foglalkozol egyébként? Igazából. Sofőrködsz. Hát akkor ez menni fog. De cecéről? Nem tudom, mi az összefüggés. Hát világos, cecéről. Okay. Mit szállítasz? Mindig más, vagy egy állandó dolgot? Hát ezt most nem mondhatom el. Aha. Kokain. Mm-hmm. Aha. Teligázzal lopott fenyőt. Jó, oké. Mennyit kell most csinálni, hogy a helyszínen legalábbis jobb legyen? 1-0-4-nél jobban. Jó? És akkor lenyomtad Szabit. Most felejtsük el? Kicsit kezdesz visszavenni azért a kezdeti lendületből. Jó. Petikém, csak mondom, hogy ha kijön a fűrész a fából, mert annyira vehemens vagy, akkor itt a technikai vezetőnk lábát azonnal lekapja. Feri karja is. Köszönjük mindent, Gábor! Úgyhogy óvatosan, jó? Jó, na, a gyerekemet te neveled föl, hogyha Feri jön a penge. Nagyobb terpesz. Feri, nem otthon vagy, miért? Így van! Nagyobb, még miért kell megint azzal jönni, hogy mit csinálsz? Pucsicsá! Pucsicsá! Oké, na, 3-2-1, és hajrá Peti, cecéről! Aha, hosszú, hosszan húz!
Igen. Peti kicsi apró mozdulatokkal megy. Nem rossz technika egyébként, nem is mondanám, hogy jó. Én jobban szeretem hosszú-lassú. Peti a nyuszi módot választotta, kicsi apró gyors üzelésű, viszont nagyon jól halad. Rettenetesen dolgozik benne a fajfenntartási ösztön. Igen, döbbenetes mozdulatokkal. Már a felénél van ennek a kis 30 cm átmérőjű kis rönköcskének. Így van, és mindjárt eléri a fémrudat, amit belevertünk. Lassan jár további esztetikával. Jó, ez ügyesen csinálja. Peti döbbenetes, gyerekek, óriási, amit Peti csinál. Nagyon jó. Csak maradjon erő a végére. Nagyon jó, Petikém, óriási vagy, óriási. Csináljad, mi bíztat téged a tömeg. Mindjárt vége, már csak egy másfél-két perc, és ott vagy a végénél. Nagyon jó. Nagyon jó. Figyeld, hogy fűrészel. Oda néz, most fog leesni. Na, és most, nyomj, Peti! Nyomj, igen, és ott van, Peti! Mennyi volt? Honnan? Beszélő! 54 másodperc, nagyon jó. Nem, 54. 50? A sapkást kell majd nagyon megverni, ő mérte, ő tehet mindenről. Valaki bealudt. De vége van, jó? Figyeljetek, hallgassuk már vissza ezt a debreceni dolgot. Volt ott 45 másodperc, nem emlékszem. Volt 40, 45 alatt valaki levágt a Debrecenben? Igen, de az nem adásban. A hely, mert... azért mondom, az nem adásban volt, hanem a helyszínen, aki kipróbálta. Arra járt valaki cecéről. Jó. Petikém, ügyes voltál, jó? Tényleg ügyesek voltatok. Jó? Adunk nektek egy ilyen stíles, timbersportos ajándékcsomagot sok szeretettel, jó? Szabolcs, hol vagy? Ja, ott van a Szabolcs ajándéka. És ráadásul olyan vékony a celt, hogy töltetnénk bele falafelt is. Igen. Ügyesek voltatok. Na, milyen így utólag? Hát, kicsit fárasztó. Kicsit fárasztó. Jó. Hova mész most? Cecére? Nem, Ausztriába. Ausztriába. Jó utat neked. Jó? Vigyázzál magadra. Előtte a szívhangodat, mert mi is halljuk. Vigyázzatok magatokra. Szombaton lesz egyébként ennek egy ilyen ingyenes rendezvénye, ugye? Igen, szombaton lesz egy verseny a Budai Várban. És erről még annyit szeretnék elmondani, hogy a világ 8 legjobb favágója fog részt venni csak. Na, és 6 Kanadából. De jó. De nyugtass meg, hogy utána a tarlósék ültetnek újakat, tehát hogy lesz. Igen. Tehát, hogy nem azt kell majd elkezdeni, hogy a Budai Vár ott marad csupaszon, tehát hogy utána jönnek is, és újabb csemetéket ültettek. Reméljük. Na, jó, addig se folynak az esőerdők, jó. Mondjad, mit akartam, de tehát a 8 legjobb. Igen, és annyit szerettem volna még elmondani, hogy büszkék vagyunk, hogy egy magyar induló is lesz a csapattársunk, Juhász István köztük lesz. És most hol van valahol a Bakonyban éppen? Hullanak a fenyők körülötte, vagy honnan tudjuk megismerni, hogy készül? Hát ő igazán most készül erre a versenyre, tehát... Igen, tehát, hogy föntről nézed a börzsönyt, és dőlnek jobbra-balra a fák, az nem a Godzilla, hanem a Juhász István gyakorol. Kicsit kiment bolondozni a börzsönybe. Na, nagy kalap van nektek szombat. De nem csak ez lesz ott, ugye ezzel más versenyágok is vannak, vagy csak ezt csináljátok? Nem. Ne ábrádíts ki minket! 4 versenyszámot kell egy húzamba lenyomni a versenyzőnek. Az igen. Kemény. Mit jelent, hogy először fűrészel, aztán fát vág ki, vagy hogy kell ezt elképzelni? A 4 versenyszám az úgy fog összetevődni, hogy ebből a 40 centis rönkből le kell vágni egy széria motorfűrésze egy karikát, értem. Utána átmegy egy fekvőrönkkel, ott lefejszéz egy 32 centis rönköt, aha. Utána lehúz ebből egy karikát, a rendes fűrésze, a kézi fűrésszel, a single bakkal, és akkor elvág egy standinget, egy... álló rönköt. Tök jó. Bizony. Gyerekek. Ennyi. Hát, bárki. Nem jön. Oda megyünk. Hallod, érted? Oda sem megyek, ezért minek. De hogy is nem. Szenzációs. Jó, de ha most azt mondod, hogy mindez 16 másodperc alatt, azért nyilván ez egy kicsit rosszabb, nem? Hát tavaly az új-zélandi srác ezt egy percen belül csinálta. Nem lehet. Új-zélandi, az ork lehetett. ő már urukhány. Nem holmi közösséges orkok, urukhályok. Jó, hát megnézzük akkor ezt szombaton. Köszönjük szépen. Jó, aki szeretné itt a helyszínen próbálkozni egyébként egészen nyugodtan, átmelegedtek ezt tudjuk így van. Nektek. Utána adjátok le tényleg a szívhangotokat, és utána pedig sétáljatok át a kamionhoz, és nézzétek meg a 31 különböző vizsgálat közül, hogy mitek fejlődött a fűrészelés alatt. Tényleg ott mi fejlődik? A biceps? Nem, a... Derék. Hello. A bricsesz. Tessék? Csináltok egy képet? Persze, gyere bébi. Jövünk mindjárt ki, persze. Gyere bébi! Te már csak így, hogy gyere bébi! Hát figyelj, Conchita után neki már mindegy. Persze. Gyere bébi. Na, a jó hír az, hogy most már nem csak a szél fúj, hanem az eső is elkezdett esni. De ha még egyszer havat mondasz, Jani, megöllek. 5000 bánya. Gyerekek, 5 gubán van, hogy valahol az északi középhegységben, vagy valahol lesz egy kis hószálingozás. Nem, nekem van 5 gubám, hogy nem lesz sehol. Jó, tartsatok ki, drága fehérváriak, jó?
jó? Nem várunk tovább a sorsolással, egy pici szünetet tartunk, néhány reklám, meg egy zene, és utána jövünk, hogy tényleg ne fagyjatok meg, kisorsoljuk a 100 000 forintot. Jó? Úgyhogy már csak egy-két perc kitartás, 9:30 lesz, pontosan 5 perc múlva. A fagyás előtti utolsó kiabálás, igen. A mentő akcióért, hogy mentsenek ki benneteket. Drága fehérváriak, hát tényleg le a kalappal előttetek, komolyan mondom, hogy így bírjátok, ki merészkedünk azért, miközben itt az ember SMS-t jelöl, meg az adás többi részével foglalkozik. Brutális a hideg van, de ez nem tántorította el a fehérváriakat, rengetegen voltak itt a piac téren, meg vannak még most is, és nem sokára kisorsoljuk azt az egy szem 100 000 forintot, ami ugye nyilván azért hálátlan, mert hogy egy ember baromi boldog, több száz, aki pedig bedobta a regisztrációs lapot, az kevésbé, de nem baj, mert hogy aki ma nem nyer, annak még van lehetősége nyerni, ugye Feri? Így van, holnap is fogunk játszani, tehát ha átjöttök Győrbe például. Nem teljesen erre gondoltam, mert így meglincselnek. Így is van, de nem erről van szó, hanem jövő hétfőn fogunk 500 000 forintot sorsolni. Mindenki, aki bedobta a regisztrációs kártyáját, benne van a buliban, igen. Plusz lehet még SMS-t is küldeni délután. Igen. Így van, az 500 ezer szócskát kell majd a Csabinak elküldeni, és annak ellenére, hogy valaki dobott, ha azt elküldi, jövő hétfőn még megnyerheti. De az is nyerhet, aki nem dobott be regisztrációs lapot, csak az SMS-t küldte el. Tehát szeretnénk mindenkit bevonni az 500 ezer forintba. Remélem, hogy ez így érthető. Van egy baleset az Andrássy úton, a Dózsa György és az Oktogon között busz és autó, ráadásul rendőr sehol, úgyhogy elég nagy a dugó. Aztán 82-es főutat lezárták, hóvihar miatt a Bakonyban, ezért nem tudtam odaérni Fehérvárra. Hát ennyi, jaj, Balázs, ne! Kérdésd a lóvét Balinak, nem virítom, mert ez nem az, ennyi megyek Eplénybe sielni. Menjél, ott találkozunk a pályán. Csak mondom egyébként, hogy a stábunk egyik helyről a másikra utazva, azt hiszem, hogy Debrecenből Miskolcra az autópályán rögzített olyan felvételeket. Jeget és ezek rögzítettek. Jeg, miért? Honnan tudod egy fotó alapján, hogy az jég vagy? De kivel felé? Vagy? De nem azért mondom. Csak az Balázsnak puncsolsz. Az a szám, amit a kezemről leolvasol, azt jól látod, az ötös. Mert megint a Balázsnak puncsolsz. De most a hó meg a jég között mi az alapvető különbség? Nagyon sok. Kis barátom, nagyon sok. Olvasd le a számról, semmi. Veled vagyok. Így. A francokat semmi. Menjetek már. Röntguba, mi odaadod kettő felet? Kettő és fél ezer forintért köpsz szembe. Kettő fél, de ahogy is egy tojás antott fej megvehető. Az meg a szálloda fizeti úgy is. Igen, a múltkor találtam némi kesúdiót a kocsiban, az autó szőnyegről söpörte össze, és azért is bevállaltam már. Hol nem ismerett a Jani, kettő fél. Na, jó, ugye mert hogy fogadtunk, hogy lesz-e hóesés, én tartottam, hogy szerintem ezen a hétvégén valahol esett. Nyilván a magasabb hegységekben, így de azt mondod, hogy nem lesz. A magas sátrában. Magyarországon belül kell. Jól van, megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Még néhány másodperc, jó? Néhány másodperc is tényleg sorsolunk, ha a szél nem viszi el az üvegstúdiót. Ugye egyrésztről egy kicsit nosztalgiáztunk, mert hogy egy drága hallgatónk, egy 5 éves kisrác, Martin volt, hozott egy ajándékot, egy csomag kekszet, és aztán arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi a menő ugye nála most az óvodában, és eljutottunk oda, hogy nálunk régen, amikor mi mondjuk általános iskolások voltunk és gimnazisták, ott mi volt a menő, és hát nagyon klassz SMS-eket kaptunk, ugye a Rotringtól a négy színű tollon keresztül a Szagos Adirig nagyon sok mindent írtak nekünk. Azért beszélek kicsit szaggatottan, mert Jani közben felmászott az üvegstúdió szélére, és letépett valamit. Neki. Mit csinálsz? De neszed le, az azért van, hogy le lehessen húzni. Jani. Engem nem értek el. Jani, az de nem mindez, ajándék. Pénteken a tetőt fogod bedobni a tömegbe, és azt mondod, hogy ez is ajándék? Figyelj, lehet, én mindent fiatsz, a laptopomat hagyd meg, légy szóval. Csókolj meg, most nem látja. A nélkül nem tudok műsor vezetni. Basszus, tényleg. És most, hogy sötét van, akkor most... Figyelj, fel fog jönni. Most? Vajola? Hallom. És akkor figyelj csak, akkor most érdel, jó? A húzóka nélkül. Arra itt vagy te, Zolos. Csak mondom, Jani felmászott, és letévett valami húzókát, ami szintén klassz FM-es, de szeretné nektek odaadni, hát ilyen drága ember. És nem tudja, hogy 200 utálja, kettő szereti. Tehát ez sose jó ez az osztogatás, mert ebből nem lehet igazából jól kijönni. Így van, azt nem tudom, hogy ezeket aztán majd a holnap végén levonják a fizetésem. Az biztos. Szóval ugye a retro dolgokról beszélgettünk, hogy de csak is kizárólag szűkítve a dolgot, hogy az iskolában mi volt a menő, ki mivel villogott annó, és hát... Igazából arról is, hogy ugye arról nem beszélgetünk, azt inkább hallgattuk, ahogy Orsi és Gergő egy hihetetlen dobpárbajban összemérte a tudását. Hát az szerintem mindenkiben megmaradt. Tehát döbbenetes volt. Gergő az gyakorlatilag hozta azt a vonalat, amit egyébként már az elmúlt két napban is hallhatunk a rádióműsorban, viszont Orsi kifejezetten tehetségesnek bizonyult, mint később kiderült, az édesapja dobolt annak idején. Igen, igen. Na, ezekkel foglalkoztunk ma reggel, és ezeket a pillanatokat újra meg is mutatjuk. Szörnyű ez, nem? Már nem tudják, hogy miről beszélünk. Nem? Borzasztó, meg is ölöm magam adás után. Igen. Nem.
most itt, fesd le magad. Úgy vannak vele, mint te, Jani, a szexel. Már te se tudod, hogy mi az, nem? Igen, de hál' Istennek marrak róla a dokumentum. Néhány fotó, egy-két szemcsés videó. Meg a gyerek. Igen. Hello, drága fehérváriak, jó reggelt kívánunk nektek. Itt vagyunk az UX stúdió előtt. Még éltek? Még éltek. Elállt a szél. Elállt a szél. Bizony. És most újra feltámad. Viszont helyette esik az eső. Milyen klassz. Le a kalappal előttetek. Tényleg, tehát ennyien vagytok. Ilyen hidegben ez minden várakozásunk. Hősök a fehérvária. Felül múlja, ugye. Igen. A győriek adták az erőt nektek, igen, ahogy mondtam. Sorsolsz, Jani, ebbe olyan jó vagy szerintem. Gyere, János! Sorsolunk. Igen, sorsoljuk el a laptopot? Szerintem igen, mert hogy az igazán nagyszámos természetesen az a 100 000 forint készpénz lesz, amit ki fogunk sorsolni perceken belül, de még van nekünk egy hihetetlenül patent és HP tabletünk, amit ki fogunk igen. köztetek sorsolni egy kis játék keretében, ugyanis a Balázs fel fog adni nektek egy olyan kérdést, amire, hogyha valaki tudja a választ, abban a pillanatban boldog tulajdonosa lesz ennek a hihetetlenül patent tabletnek. Igen, de nem bekiabáljuk, föltesszük a kezünket. Bizony. Jó? És akkor ma igen. Na mondjad, igen. Figyelj, ha most bemondod, akkor tiéd a tablet. Mi a jó válasz? Nem küldtem el SMS-be, pedig megbeszéltük, igen. Na. Nem játszott, tényleg élvezte Hófehérke, igen. Ugye minden nap kellett valamit csinálni ezért a tabletért. Tegnap hasonmás versenyünk volt, ugye Justin Bieber hasonmás verseny tegnap előtt. Koncsitákat vadásztunk, igen, bár a mai koncsitánk ugye mindent visz, vagy vitt, ha végét van. Zseniálisan nézett ki. Neki még a szakállát is elnéznénk. Bizony. Igen, tehát ő nagyon tehetséges Koncsita volt. Találós kérdést kell ma megfejteni, jó? Mondjam. Nem sündisznó, nem tűpárna, mégis kerek szúrós hátal, nopajtás felej, ha tudsz, mi lehet az csak is? Struc, kaktuszba. Szúros hátal. Nem bekiabáljuk, mert azzal segítünk a másiknak, csak a kezet tesszük föl, jó? A szobának van négy sarka, így szól a kérdés. Minden sarokban ül egy macska, jó? Ott a jelentkező, ott van. Hoppá, na most mondjad, ennyi gyerek közelebb egy picit. Ezt nem hiszem el, még el sem mondtam. Négy macska. Hát négy macska. Ezt hogy csináltad, hogy négy macska? Olvastam. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, de aztán rájöttem. Olyan volt már, hogy mondjuk lótósorsra, és akkor az utolsó két számot bekiabáltad. 32, 48! Következő lett volna, hogy a szobának négy sarka van, minden sarokban ül egy macska, minden macskával szemben három macska ül, minden macska farkán is ül egy macska. Hány macska van a szobában? Na most itt mindenki elkezd adni, osztani, szorozni, összeadni. De a megoldás a négy, mert hogy ugye három macska ül veled szemben, mindegyik macska a farkán ül, tehát összesen négy macska ül a szobában. Nagyon durva. Volt már hátul egyébként megfejtés, csak az nem volt jó, valaki bekiált, hogy kurva sok. Hogy hívnak? Mi a keresztneved? Fruzsina? Igen. Fruzsina, használd egészséggel, egy gyönyörű, szépen. Szép kis tablet van benne, próbálj valahogy kimenekülni a tömegből, hogy ne vegyék ki a kezedből, köszönöm, jó? Szépen. Ügyes vagy. Nagyon ügyi gratulálunk. Vagy. Van már ilyen, csak bólogas van, már nincsen, na akkor jó helyre megy. Van már ilyen, csak bólogas Balázs, azért. Légy majd kapsz egyet. Ezek a betanult, begyakorolt standardek még a vívás korszakból. Igen. Nem mondj semmit, csak bólogass. Jó. A cipőm, vigyázz a cipőmre, hova térdel? Ja, és hát régi idők voltak már azok. Na, sorsoljunk még 100 000 forintot, na, valamelyik drága fehérvári hallgatónkat lepjük meg, jó? Aztán szépen lassan elköszönünk. Szép, ne fújja a szél, János! Mi Anival megyünk valami vár környékére botorkálni, Istenem, mert megígértem de neki. Neked. De várom. De várom. Közjegyzőnket, doktor Debella, jó? Figyelj. Fontos, hogy a nyertés itt legyen a helyszínen, jó? Na, tessék. 100 000 forint boldog tulajdonosa lesz. Azt mondja, hogy Balog Marietta. Hol van? Itt van előtt, hello! Hello! Hát nem is kell nagyon átmenni a tömegen. Marietta, hello! Tessék! Hát nézem meg! Ott van! Az te vagy, ugye? Hello, Marietta! Igen. Marietta, nyertél 100 000 forintot. Úristen! Adok egy puszit nektek! Hányszor hallottuk ezt lány szájából? Úristen, adhatok egy puszit! Fehérváriak, Marietta nagyon helyes, és most már pénze is van, a száma 066. De, mikor dobtad be a kis... Most így 10 perc körülbelül. Na, hát most még jobban szeretnek azok, akik fél hétkor dobták be ezt a kis cetit. Ja, igazából egy órája. Egy órája. Mire költöd 100 000 forint? Mire költöd? Mi lesz vele így elsőre? Tudom, hogy nem könnyű. Nem tudom, nagyon berúgunk szerintem, nem. De szép cél! Nagyon fontos egyébként, hogy a fiataloknak értelmes céljaik legyenek az életben. Éven, jó, berúgunk. A tanulmányokra fogom fordítani azt az összeget. Igen, megveszel belőle néhány vizsgát. Nagyon szépen.
Nagyon szép, nagyon szép. Marietta, még egy kérdésre kell válaszolni, csak hogy igen? Egy őrületesen nehéz kérdés, minden városban ezt kérdezzük, hova megyünk holnap? Mi a holnapi Győr? Helyszínünk? Mondjad? Győr! Győr! Így van! De nagyon jó! Nagyon smizse! Gratulálunk, ügyes vagy, szerencsésnek is mondhatod magad, úgyhogy 100 000 forint boldog tulajdonosa vagy. Jól van. Sose kapsz meg. Hívjuk a nap hallgatóját. Jó? Már is, aki mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag. Most már azért, hogy nincs melegem. Bemenjünk, főtök. De most már azért rám ült az izzadság. Kicsit alulöltöztük ezt a sztorit. Na. Hallgass. Morning show? Hey, jó! Jó reggelt! Te jó vagy! Jó reggelt! Szép volt, szép volt! Azt hittük már bele se szólsz, hello! Kihangosítón vagyok ugyanis, aztán rosszul nyomtam meg a gombot. Aha, hol hallgatsz minket? Hol vagy helyileg most éppen? Hát valójában Budapesten vagyok és dolgozom éppen. Dolgozom, mit csinálsz? Hát azt inkább nem mondom, mert a lányok hallgatják az irodába és valószínűleg bebuktatnának. Aha, nyilván a hangodról nem fejek. Fognak felismerni. Igen. Igen, közismertek, igen. Ilyen jó munkatársak között repülhet az idő. Igen, ugye. És tízes barátaink elmondták, hogy hétvége lesz egy verseny, ahol ott lesz a világ 8 legjobb favágója. Erre reagáltál és írtál nekünk SMS-t. Azt írtad, a világ 8 legjobb favágója, amiből 4 magyar focista. Te szemét vagy. Hogy lesz? És mennyire egyetértünk ezzel. Lacikám, te vagy a naphallgatója, jó? Küldünk neked egy ajándékcsomagot. Oké? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Na, hát drága fehérváriak, meghagyjuk magunkat, menjetek ti is szaunázni melegbe, valahova, ahol meleg van, jó? Tényleg nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy kijöttek ide ebben az áldatlan időjárásban, nekem már a nyelvem sem nagyon forog, mert már elfagyott, de ti reggel óta itt vagytok, tényleg egy hősök vagytok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a bizalmatokat, meg a szeretetet. Igen, van veled. Holnap Győr a helyszín alternatív, ugye vihartól és orkántól függően, vagy valahol a szálloda környékén, vagy az eredeti helyszínen. Így van. Vagy Balázs szállodai szobájában. vagy a szobában jelentkezünk, nem tudjuk, morning show lesz, hogy honnan, az még alternatíva a győrieknek, annyit mondunk, keressetek minket. Keressetek minket, és hogyha valaki esetleg talál a Lébényi templom tövében egy torzalcú, összefagyott kis akármét, az nem a tetőről esett le, és nem egy vízköpő, hanem én vagyok. Igen. De engem ne keressetek, mert én addigra szaunázom. Így van. Így van. És ott gondolkozni számomra, nem felejtettem el valami? Olyan csöndes basszus volt a Lébényből Győr felé vezető út. Igen, ott maradt a kis csávok. Na jól van, holnap tehát megyünk, győriek, nem lesz jó idő, de azért várunk mindenkit szeretettel. Jó, nektek pedig köszönjük szépen, köszönjük hogy szépen. Itt voltatok. Szevasztok, fehérváriak, zöldben is szevasztok. Sziasztok, és ne felejtsétek el egyébként, hogy még a Petőfi szobánál ott lesz a szűrőkamion egészen este 5-ig, 10 órától 34 féle különböző ingyenes vizsgálaton eshettek át, fagyási sérüléseket is ellátnak. Így van. Holnap reggel találkozunk 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok, nagyon szépen köszönjük!